Van-e analógia az 1970-es évek elején a filozófusok elleni támadások és a jelenlegi helyzetük között? Igen, van analógia. A 73-as támadás, amik a akkori MSZMP központi hivatalain, központi ellenőrző bizottságának, központi bizottságának az iniciatívára készült, ez egy határozat volt a budapesti iskola, tehát néhány filozófus ellen, akiket antimarxizmussal vádolták, és az volt a szövegben, hogy miután antimarxisták vagyunk, nincs helyünk a magyar tudományos életben. Én azt a szöveget kaptam, hogy alkalmatlan vagyok tudományos kutatásra. Miközben a miniszterelnök, Fokjenő volt akkor a miniszterelnök, azt mondott a parlamentben személyesen, hogy kiveszi kezemből a tollat. A férjemet, Fehér Ferencet akkor őrizetbe vették azzal, hogy devizabüntettet követett el. A házkutatást úgy szervezték, hogy devizabüntet gyanúja miatt házkutat szerveznek reggel 5 órakor a lakásunkban. 3 napú fogság után kiderült, hogy a deviza büntet államellenes izgatás volt, az a rendőrségi figyelmeztetés én is kaptam, ő is kapott. Most nagyon hasonló helyzet. Megpróbálják a filozófusok egy csoportját, de csak azt a csoportot, akinek liberális baloldali nézetei vannak, és kritikusak a mai Fidesz kormánnyal szemben, különösen azokat, akik Orbán Viktorral szemben is kritikusak, megpróbálják, hát mondjuk gazdasági bűncselekménnyel vádolni, annélkül annak bármiféle alap lenne. Ez a gazdasági bűncselekménnyel a vád lényegében csak azt akarja, hogy a vádak voltak ebben politikailag. Ez a politikai vádaknak az arca vagy álarca, ami arra szolgál, hogy a közönség előtt bemocskolják, besározzák el néhány ember nevét, mert az emberek hisznek a sajtónak többnyire, és az jó, nem loptak egy 500 milliárdot, de biztos loptak egy néhány milliót. Szóval előre szeretném kijelenteni, hogy a hellerék és a 500 milliárd összekapcsolásának az az igazság, hogy én egy fityinget sem vettem, tettem zsebre ebből a 500 milliárdból, és akit zsebre tették, jogosan tették a zsebre, az nem zsebretevés volt, hanem hosszú, 3 esztendős munkával érték el igen sokan, főleg fiatal kutatók, akinek más alkalmuk nem volt arra, hogy tudományos kutatást végezzenek filozófiából. Tehát a hasonlóság megvan, megpróbálják besározni az embert, azért, mert politikailag ki akarják az embert végezni. Erről van szó. Ez a 500 milliárd, ez tán több éven keresztül a filozófiai intézetben dolgozó filozófusok által megpályázott összegeknek valamilyen közösítése révén jöhet létre. Tehát most egy picit, Ágnes, picit félrevezető volt, amit mondott, mert hiszen elfogadta ezt a 500 milliárdot, amivel például önt vádolják, ha egyáltalán önt vádolják személy szerint, az azt hiszem, hogy 50 vagy 70 millió forintos. Éven, mert a cikk úgy jelent meg, hellerék és a 500 milliárd. Az összes pályázatot az én nevemmel jegyezték. Akár ismertem az illető pályázatot, akár nem, akár barátom, vagy személyes barátaim is voltak köztük, akár nem, akár nem is találkoztam velük, vagy csak 3-szor is hivatalos körülmények között. Mégis hellerék címén közölték, hogy 500 milliárd el lett lopva, sikasztva, zsebretéve, stb. Hogy személy szerint én csak egy pályázatban vettem részt, de az összes pályázatokat hellerék címén jelentette meg a Magyar Nemzet, nem egyszer, hanem legalább 4-szer, minden szövegben. Mennyi ebben az antiszemita él, hiszen éppen most tegnap előtt volt egy felebbviteli bírósági döntés abban az ügyben, hogy Demeter Tamás, aki az MTA Filozófiai Intézetének igazgató helyettese jelenleg, 2009-ben antiszemita kijelentéseket tett Gábor Györgyel kapcsolatban egy karácsonyi intézeti összejövetelen, ahol egyébként Demeter István ma már jogerős ítélet szerint részegen mint valamiféle zsidó összeesküvést emlegette azokat a filozófusokat, akik most pellengére vannak állítva.
Létezik ez az összefüggés? Érdekes kérdés. Most a vélemény az, hogy nem okvetlen antiszemiták azok, akik ezt a támadást intézik. De mindig rá lehet játszani indirekte az antiszemita kártyára arra, hogy hatást gyakoroljanak. Ugye a képeket, akiket leközölték, csak zsidó képét közölték le, a nem zsidó képét azokat nem közölték le. Hol, bocsánat, hol közölték le képeket? A magyar nemzetben. Kiknek a képét közölték le, nem csak a magyar nemzetben, hanem a magyar hírlapban, sőt a magyar fórumban is. Az én képen Vajda Mihály Radnóti Sándor kép közölték le. Ugye a zsidó képet közölték, érdekes, a magyar fórum még a Cúslágot is hozzárakta, nem tudták az ostabak, a Cúslág nem zsidó, hanem antiszemita. De hát vélve német neveket odarakták. Kérem, a Steiger Kornét azért rakták be a csoportba, mert Soros életműdíjat kapott. Semmi mások nem volt rá. Nem is tudom, hogy liberális politikai gondolkodó-e, de a Soros neve már, ugye nem azok számára, akik ezt írják, azok számára, akik olvassák, egy hatásos név. Az is a büdös zsidó áll a hátam mögött. Tehát ismétlem, én nem azt mondom, hogy akik ezt sugalmazzák, azoknak a célja, vagy a motiváció antiszemita volt, hanem mindig rájátszanak arra, mert az olvasó mindig jobban hiszi el, hogyha a zsidókra mondanak valamit, mint ha másokra mondanak valamit. Mi lehet a valódi indok mögött, a támadás mögött? Minden kornak úgy látszik, megvan a maga koncepciós pere. Igen, koncepciós per van, és voltak benne nagyon hasonló. Mert 73-ban is olyan korszak volt, mikor mi külföldi lapokba írtunk, és interjút adtunk. A férjem adott interjút például Angliában, BBC-nek, mi adtunk interjút, beszéltünk külföldi újságírókkal. Mi voltunk az egyetlenek, a külföldi újságírókkal beszéltünk. Tehát rossz hírét keltettük hazánknak. Ezt úgy fogalmazták meg, hogy államellenes izgatás. Hát most is államellenes izgatással vádolnak bennünket. Mert beszélünk a sajtótörvény ellen, beszélünk a magánvagyonnak az államosítás ellen, és hát mondjuk Radnóti és én egy mondatot mondtunk Orbán Viktorral is, én például azt, hogy Orbán Viktornak diktatórikus hajlamai vannak. Most ezt ő nem fogja megbocsátani. Ugye én nekem az az véleményem, hogy Orbán Viktor ezt örökké emlékezetbe tartja, és hogy nekem az a véleményem, ismétlem a véleményem, ugye nem állítom tényként, hogy ő van az egész mögött. Annyiból mindenféleképpen, ugye, hogy itt minden kormányváltás idején kineveznek valakit az utóbbi 10 évben, akinek az a dolga, hogy az előző kormányhoz kapcsolódó korrupciós ügyeket, amelyeket ugye az indokkal, hogy egy korrupció, tehát egy kormány a saját korrupcióját soha nem fogja leleplezni, vagy a saját pártjának, tehát a kormányzó pártok a saját korrupciókat nem fogják leleplezni. Ugye már az előző időszakban is, tehát még az MSZP-SZDSZ kormány időszakában is volt valaki, aki akkor egyébként kudarcot vallott azzal, hogy a korábbi Fidesz kormányhoz köthető, vagy elképzelt korrupciós ügyeket leleplezze, akkor ez ugye meghiúsult az akkori ügyészségen, megtörtek ezek a hullámok, most viszont megint csak egy hasonló ügy van, ugye megint kineveztek valakit, akinek az a feladata, hogy korrupciós ügyeket keressen az elmúlt kormányzási időszakból. Megtalálta önöket. Sok minden lehet vádolni a szocialista kormány, de éppenséggel ezzel őket nem. Mert hogy a hagyóügy, a mesterházi ügy, a Cúslábi, ez mind a szocialista kormány idején került az ügyészség elő, és az ítéletek, az első ítéletek is még a szocialista kormányzás alatt történtek meg. Tehát akármit mondhatunk az a kormány, de nem mondhatjuk azt, hogy védték az ő sikasztóikat. Mert az ártatlanság védelme mindenkit megillett, de amikor kiderül, hogy nem ártatlan, ők nem védték a sikasztóikat. Itt másról van szó. Itt önökről szok, meg se nézték, hogy hozzányúltak pénzhez. Eleve feltételezték. Tehát éppen az ártatlanság védelmét nem ismerték el. Tehát egy gyűlölethadjárat folyik, csak azért, mert más álláspontunk van. És ennyiben nem a mostani szocialista kormányhoz, hanem a Kádár kormányhoz hasonlíthatók. Mennyire veszélyesek a gondolkodók egy-egy történelmi korszakban? Tényleg veszélyesek? Hát csak ücsörögnek otthon,
meg írogatnak, kik olvassák egyáltalán a filozófusokat. Miért ilyen veszélyesek a filozófusok? Nézd, ha nincsenek diktatúrák, vagy nincsenek diktatikus hajlamú emberek, vagy nem autoritatív a kormányzat, akkor voltaképpen nem ártanak a filozófusok, és a kritikusok sem, az hozzátartozik a demokrácia működésére, hogy kritizáljuk a kormányt, ironizáljuk a kormányt, ahhoz egy olyan hatalomnak kell lenni, mint az iszlámista hatalom, nem bírja a Mohamed-ről készült karikatúrákat. Úgyhogy ez már egy olyan rendszert jelez, aminek a demokráciához semmi köze nincsen. Most itt kezdődik a nagy baj. Itt kezdődik a nagy baj, hogy melyik korszak nem bírja a filozófus. Mert nem bírja a kritikát, nem bírja, hogy ne szeressék. Kádárján se szerette, nem szerették. Orbán Viktor se szerette, nem szerették. Vigyázzon, nem azt mondom, hogy ma Magyarországon diktatúra van. Ezt nem mondom. Hanem azt mondom, hogy diktatórikus, hajlamú emberek nem tűrik az ellenvéleményt, nem tűrik a kritikát, főleg, mint a saját intézkedéseket szentnek tartják. És sajnos a filozófusnak van hatásuk külföldön is. Magyarországon vannak olyan filozófusok, és írók, és zeneszerzők, és karmesterek, és zongoristák, akiket jól ismernek nyugaton, akik, ha felszólalnak, annak visszhangja van, akikben bizalmuk van az embereknek, és megérdemelt bizalmuk van az embereknek, ezt nem bírják, nem viselik el azok a hatalmak, amelyek nem viselik a kritikát. Tehát akkor ezek hazaárulók. Hát körülbelül, hát az államellenes izgatás címszat, mind hazárulók vagyunk. Előből hazárulók vagyunk, azzal azt mondjuk, a jelenlegi kormánynak egyes intézkedései nincsenek az ínyünkre, már hazárulók is vagyunk. Hát ezzel el lehet intézni végül. Világos. Is. Verbőcit annak idején, hogyha feljelentették volna külföldön, akkor is hazárulók lettek volna? Hát nézd, a Kossuth Lajos aztán igen hazáruló volt, nem? Az akkori magyar rendszer ellen beszélt Amerikában, nem volt Kossuth Lajos hazáról, de mennyire az volt. És gondoljon erre, a liberalizmus Magyarországon egy gúny szóvá vált. Az már rosszabb, mint a nácik lennénk. Ha azt mondják liberális filozófus, amit rólam és mások írtak, az fúj-fúj. Na most kérem szépen, szabad elvűség, szabad gondolkodás, olyan, mint a nácizmus, akkor nagyon-nagyon nagy a baj. Hát de miért kéne szabadnak lenni? A szabadság az azt jelenti, hogy nincsenek olyan nemes, magasztos célok az ember előtt, aminek a saját szabadságát alárendelni. És miért szeretnénk olyat, amikor, tehát ha legyen nekünk olyan vezetőnk, aki kijelöli számunkra az utat, és magasztos és szent célokért küzdhessünk mi együtt, és nemezhessünk gyerekeket, és szaporíthassuk a családot, és azok, akik ebből ki akarnak lógni, azok nem Magyarország érdekeit akarják. Én nagyon szeretem, ha az emberek gyermekeket nemzenek és szülnek, mert az gyönyörű dolog, ha az embereknek családjuk van. Azt is szeretem, az embereknek eszméik vannak, és vannak eszméik, amik fontosabbnak tartják, mint az anyagi hasznukat. De nem erről van szó. Arról van szó, hogy csak egyetlen eszme az igaz, az az abszolút igaz, csak amit én mondok, az abszolút igazság, és minden más eszme, amiért más, sokkal többet áldoz. Ugye, mert ők most nem áldoznak fel isteni és semmit. Az állásukat védik azzal, hogy az embert rágalmazzák. Azok, akiket rágalmaznak, azok, akik a rágalmazás ellen felszólalnak, azok kockáztatnak, nem ők kockáztatnak. Hát az eszmeért valaki kiáll, mindig az üldözött. Áll ki az eszméért, sosem az üldöző. Ugye akkor, amikor már sok-sok évvel ezelőtt a Orbán Viktor, vagy a Fidesz, vagy valószínűleg ez a két dolog ugyanaz, kijelentették azt, hogy Magyarországon a létező két nagyon erős támogatottságú párt közül az egyik, miután a kommunisták leszármazottja, az ő hagyatékukat viszik tovább, ezért ők illegitimek tulajdonképpen. Tehát ők nem, tehát azok, akik baloldalon vannak Magyarországon, azokat nem szabad számításba venni, hiszen azok a diktátorok leszármazottai. Mondjuk nem fizikai, hanem ideológiai alapon.
Tehát nem létezik Magyarországon csak egy út, és az egy út, az a jobboldali út, a jobboldali úton pedig, ugye Orbán Viktor és a Fidesz azt jelentette ki, hogy egy a zászló, ugye, tehát mindenkinek egy párt alá kell besorakoznia. Ez már nagyon régóta nyílt titok Magyarországon, hogy ebben az esetben, hogyha csak egyetlen ideológia és az azt képviselő egyetlen politikai pártnak van létjogosultsága arra, hogy egyáltalán politikai véleményt formáljon ezáltal, hogy a politikai hatalomra törjön, akkor itt ezen a ponton a demokráciának már a szándékoknál is vége van. Nagyon érdekes, amit mondott. De én a Fidesz és az Orbán Viktor féle politikát nem tudnám teljesen azonosítani. Meg vagyok győződve arról, hogy a mai Fideszben még a képviselők, még a vezetők körében is vannak olyan emberek, akiknek nem tetszik az, amit Orbán Viktor most csinál, de nem tudnak ellene mit tenni, mert hiszen ő a Fidesznek a megkérdőjelezhetetlen vezére. De biztos csak benne, hogy sokan rosszul érzik magukat. Nem tudom elképzelni, akik számára a polgári párt a fontos, nem egy polgári párt, semmi köze a polgári értékhez, polgári erényhez, a polgári becsülethez. Hát aki magát konzervatívnak és polgári párthoz tartozónak gondolja, aznak ehhez a politikához nagyon kevés köze lehet. Még akkor is a Fidesznek a tagja, Fidesz vezetőségnek tagja. Nem hiszem, hogy minden fideszes gyűlölő liberalizmus, vagy haragszik erre a kifejezésre. De ugye fejtől bűzlik a hal, mondja a magyar közmondás. Mindig az a kérdés, hogy milyen hatalma van annak, akit akarva akaratlanul, de mégis ezzel a párttal azonosítanak, és mi is ezzel azonosítunk, holott voltak éppen bizonyos sértő egyes emberekre nézve, akik abban a pártban vannak. Ugyanazt mondhatom el, mint elmondtam az MSZP-ről. MSZMP-ben is vannak régi MSZMP-sek, MSZP-ben is vannak régi kádáristák, holott persze több kádárista van a mostani Fidesz kormányban, mint az MSZP-ben valahol volt. Aztán egyetlen kormány volt, vagy nem volt kádárista, az Antal kormány volt, mindegyikben volt. De hát ott vannak tényleg olyan, akik a régi rendszerben szerepet játszottak, de a többségük nem olyan, a többségüknek nem az a koncepció, a többségük másként gondolkozik. De ezek az azonosítások rossz azonosítások, de nem ugyanannyira rosszak. Mert az MSZP-t MSZMP-vel azonosítani nem ugyanaz, mint a Fidesz az Orbánnal azonosítani, mert az MSZP-ben több lehetőség volt arra, hogy az emberek a saját koncept kifejezzék, hogy konfliktusok jönnek létre, platformok jönnek létre, még ilyesmi platform, koncepció semmi szerepet nem játszik a mai Fidesznek a szervezetében, szervezeti felépítésében és az emberek lehetőségeiben. Azt mondja, hogy vannak jó érzésű emberek, akik biztos másképpen gondolkodnak. Én 54-ben születtem, és elég sokáig és voltam, hogy mondjam, gyermeke a kádári kornak, láttam ennek a működését, azt is, hogy nem mindenki értette egyet azzal, ami történt, ugyanakkor mégis már minimális eltérésért is ugye jöttek és dollárt kerestek mondjuk filozófusok szekrénykéjében. Tehát hiába vannak árnyalatok egy pártrendszeren belül, azok nem fognak a felszínre jutni, legfeljebb belső ilyen-olyan amolyan vitákban, amikről a közvélemény soha nem fog értesülni, legfeljebb utólag, hogyha ebben már valakit leváltotta. Ebben nem vagyok olyan biztos, mint ön. Látja, ebben nem vagyok olyan biztos. Bízunk az emberekben, nem vagyok olyan biztos benne, mint ön. Magyar Tudományos Akadémia elnöke is önökkel szemben felsorakozott. Magyar Tudományos Akadémia elnöke Pálinkó és József voltak éppen kétértelműen nyilatkozik. Egyrészt felsorakozik ellenünk, másrészt nem mondja ugyanazt, amit ők mondanak. Azért nem ismétli a Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, különösen a Magyar Fórumnak a koncepcióját, nem ismétli, amit ők mondanak, ugyanakkor elhatárolódik tőlünk. Tehát volt egy hintapolitikai tűz, ami olyan régi hagyománya van Magyarországon.
Hát nem, az ő csodálkozik, hogy ennyi pénzt el lehetett költeni. Hát egy csomó olyan dolgot mond, ami egybeesik, legalábbis az újságbeli hírekben. Nem mondja azt, hogy elloptuk és elcsaltuk ezt a pénzt. Hát jó, hát hogy lehetett ennyi pénzt elkölteni? Én nem védem Pálinkás Józsefet. Én azt mondom, hogy különböztessük meg az embereket egymástól. Az emberek nüanszokban különböznek egymástól, ez minden korszakban így van, és vegyük tudomásra, hogy vannak ilyen nüanszok. Az, hogy a Fideszben is vannak ilyen nüanszok. Mondjuk a miniszterelnök és a miniszterelnök helyettes beszél, nem ugyanúgy beszél. Igen. De tehát én túlságosan jó hiszeműnek találom azt, ahogy ön például a Magyar Tudományos Akadémia elnökének viselkedéséről, hogy önökkel kapcsolatos állásfoglalásáról gondolkodik, és örülök neki, mert az optimistább dolog az mindig szebb, mint a pessimista. De én nagyon nehezen tudom elfogadni azt, hogy valaki, aki a tudományosság felkent papja Magyarországon, hiszen a Tudományos Akadémia vezetése másról nem is szól, mint arról, hogy neki a mindennapi életben, a politikában és mindenhol a tudományosságot kell képviselnie. Ez pontosan így van. Tehát tudja, hogy ez nem... Most én nem védem, én nem azt mondom, hogy ő a saját elvi vagy eszmei feladatát tisztességesen teljesítette, ezt nem mondom. Én azt mondom, hogy az embereknek mindig megvannak a kis kibúvóik. Mondjuk májusban lesz az elnökválasztás, és ha fölülről leszólnak, nem fogják őt még egyszer megválasztani az akadémia elnökének. Ilyen rugókra jár az ember fia Magyarországon. Ez nem biztos, a szívéből jön, de ilyen rúgokat jár az ember fia Magyarországon. És nagyon sokan gyávaságban csinálnak, nagyon sokan állásféltésből, többségük állásféltésből, gyávaságból. Aztán persze meggyőzik magukat, nem szeretnek saját maguk csirkefogóként látni saját maguk előtt, meggyőzik maguknak, hogy tényleg hitték azt, amit vallanak, hitték azt, amit mondanak, pedig gyávaságból és pénzféltésből és más ilyen motivumból történt. Ez sajnos úgy hangyom az emberi természet, és ezért Kantnak igaza van, olyan intézményeket kell hoznunk, hogy még a pokol fajzat is tisztességesen viselkedjen ezen intézmények között. Most pedig megváltoztatják az intézményeket. Olyan intézményeket hoznak létre, úgy változtatják meg, hogy a pokol fajzat úgy fog viselkedni, mint a pokol fajzat. Ez a probléma. Hol állunk a kazettában, Levente? Félúton, jó, akkor nem még izgulok. A tisztességes ember is így fog viselkedni, mint a pokolfajza. Hát ezt már átéltük, nem? Tehát azt hiszem, hogy legalábbis az én életemben mindenféleképpen az az én élményem, hogy az életemnek jelentős részét 1989-ig ilyen körülmények között éltem le. Így van. 1989 előtt, és voltak éppen az emberek úgy viselkedtek, ahogy alkalmazkodtak a körülményekhez. Tehát gyávák voltak, tehát sunyik voltak, annélkül, hogy egyetértettek volna azzal, ami történt. De azért a helyzet nem egészen ugyanaz. Mi a különbség? Azért ott egy szükséges helyzet volt. Mi egy megszállt ország voltunk. Szovjet csapatoktól megszállt ország. Nem léphettünk ki abból a körből, amiben minket a külpolitika bezárt. Tehát nem lehetett Magyarországon demokrácia Kádár János idején. Ott volt egy külpolitikai nyomás. Most az Európai Unió tagja vagyunk. Most az külpolitikai nyomás vagy nincs, vagy ha van, egy pici ellenkező irányban van. Tehát most rajtunk múlik, hogy marad-e ez a világ, vagy nem marad ez a világ. Amit maga az optimizmusomnak mond, az ennek a hangsúlyozása. Igenis rajtunk múlik. Miattunk vált ilyenné, mint amilyen most, tehát rajtunk múlik, hogy megváltozzék. Mert nem fog a Szovjetunió, vagy Csehszlovákia, ami már nem létezik, hogy akárki beavatkozni ide, akár katonai erővel, akármilyen módon. A saját felelősséget hangsúlyozott. Nem szabad ennek a helyzetnek előállnia. Nagyon sok hibát követett el a liberalizmus, az SZDSZ, nagyon sok hibát az MSZP, nagyon sok hibát egyes emberek, értelmiséget beleértve, magunkat beleértve, ebbe a helyzetbe jutottunk. Mit? Mik ezek a hibák, a korrupció, a teszhetőszasság, vagy mik ezek a hibák? Én erről sokszor beszéltem. Az, hogy mi is
Tehát, hogy liberális értelmiség, és nagyon gyakran fontosabbnak tartotta a pillanatnyi politikai érdeket, most zárójelbe teszem, hogy jó vagy rossz volt ez az érdek, pillanatnyi politikai érdeket, mint az elveket és a demokratikus intézményeknek a követelményeit. Mondjuk például, mindig ezt hoztam példának, ezt mondtam most Mulko Kunce Gábornak is. Ugye Gyurcsány Ferenc 2006-ban maga ellen bizalmatlansági indítványt nyújtott be. Nem szabadott volna a liberálisoknak neki bizalmat szavazni. Ez egy olyan mértékű elvtelenség volt. És ezt elmondtam Kunce Gábornak, azt mondja, ja, ha nem szavaz bizalmat, akkor Orbán Viktor kerül kormánya. Megkérdeztem őt, és most ki van kormányon? Ugye nem szabad az elveket feladni azért, hogy a pillanatnyi helyzetben egy párt jobban álljon, vagy a parlamentben maradjon, vagy parlamenti csoportot alkosson, frakciót alkosson. Fontosabb dolgok is vannak akkor. Ha ők akkor nem szavaznak bizalmat. Nagyon nagy hiba volt, mert Gyurcsánynak nem szabad volna 2006-ban bizalmat. Én még kedvelem Gyurcsány Ferencet személyesen. Nagyon tisztességes, rendes embernek tartom, de akkor a politikai baklövés követett el, hogy azután nem szabadott volna megtartani miniszterelnöknek. Abszolút. Erre azt mondtam, jó, akkor nyer a Fidesz, de nincs kétharmad többsége. 4 évre nyer. Úgyhogy ez a rövidlátás, ami többször jellemezte, és az értelmiségeket is, akik támogatták mondjuk az SZDSZ-t, a liberális értelmiséget ebben az őrülményben, ugye? Hogy mindenáron kormányon maradni. Ez a legrosszabb taktika volt, és persze közben a Fidesz állandóan destruál, de mit várhatunk tőle más, mint destruációt? Nekünk kellett volna másként viselkedni. Mi nem viselkedtünk másként, és hozzájárultunk saját vesztünkhöz. Ebben teljesen egyetértek, Ágnessel ebben teljesen egyetértek, így van, sőt más korábban is. Akkor, amikor elvi alapon a két párt komolyan szembe került egymással, társutassá váltak 1995-től kezdve, de voltak olyan pillanatok, amikor ezt a társutasságot nem lett volna szabad politikai haszonra váltani. Pontosan. Mert meg kellett volna az elveknél maradni, amennyiben megmaradnak az elveknél, akkor az SZDSZ, vagy a liberalizmus Magyarországon ma is egy jelentős politikai tényező. És nem lenne csúfnév. Jelentős politikai szerepet tudna játszani. Hagyományos liberális, nem lenne csúfnév. Csúfnév, ez azért megkérdőjelezem, tehát a 1989-90-ben az első SZDSZ-es politikai, tehát a mostani demokrácia születésének első pillanatában a belvárosban az SZDSZ politikai választási plakátjainak a jelentős része át volt húzva, és öles betűkkel rá volt írva, hogy zsidó. Ettől a perctől kezdve a liberalizmus és az antiszemitizmus, hogy mondjam, bélyegénvel kellett, hogy megküzdjön, és hát mi sem kell az egyszerű embernek. Akármi volt a plakáton írva, antiszemitizmus mindig van, talán mindig is lesz. Az ország lakosának majdnem a fele ugyanakkor az SZDSZ-re szavazott. Igen. Ennek ellenére, ezzel együtt. Mert akkor még nem volt érdekes az antiszemitizmus, akkor még csak nagyon-nagyon... Maga hozta föl példának. Igen. Az SZDSZ plakátokra zsidózás volt írva, tudom, hogy Tamás Gáspár Miklós mellett is, ott is zsidózó megjegyzések voltak. Csak azt mondom, ennek ellenére majdnem az ország fel az SZDSZ-re szavazott. Azért nem kell, van antiszemitmus Magyarországon, ugye a Magyar Fórumos cúslágot tette mellénk képen, az a kis ostobaság, de az antiszemitmus nem jelenti, hogy az emberek általában az antiszemitmus vonalán fognak választani, fognak dönteni egyes kérdésekben. Magyarországon az a baj, nincs liberális konzervativizmus, ezzel megszűnti az SZDSZ, most hozzákötötte magát, akkor is, mikor nem szabadott, hogy a szocialistákhoz, ez nem a szocialista kritikára, azt mondom, nem volt önálló liberális politika. Van, ha önálló szociáldemokrata politika, legyen önálló liberális politika, nem volt ilyen politika. Ennél fogva Magyarországon, aminek nagyon lennie kéne, konzervatív liberalizmus nincs, nem létezik, mert arra lenne ennek az országnak leginkább szüksége. És a cuslág ügyben ugye 70 millió forint körüli összeget
a vádak és az ítélet alapján pályázati úton különböző szocialista ifjúsági szervezeteknek juttattak el. Ezért a 70 millió forintért 8,5 év börtönbüntetést szabtak ki. Cuslak tényleg csinált valamit, ami nem volt legális. Tehát megérdemli, hogy vádat emeljenek ellene. Mondjuk a büntetésnek a mértéke azt mutatja, hogy ez is egy kirakat per. Csináltak belőle egy kirakat per. Ennél kevesebbet adnak emberölésért, vagy megerőszakolásért, mint amit neki ezért kb. 90%-át vissza is fizette a pénznek. Ja, itt is valami van mögötte, mi lehet mögötte, amit én felteszem, nem tudom. Nehogy azt mondják, hogy most hazudtam. Felteszem, véleményem szerint azt akarták rávenni, hogy Gyurcsány ellen tanúskodjon. És ha azt nem tette, akkor lehet, hogy még 15 évre fogják emelni a büntetését büntetésképpen. És ez már nem jogi büntetés, ez politikai büntetés. Ezzel mondtam, Cuslak per, aminek volt alapja, ez most már kirakat perré változott. Heller Ágnes neve mellett most ugye a félmilliárdon kívül kb. 70 millió szerepel, szintén pályázati pénzekkel kapcsolatban. Elképzelhetőnek tartja azt, hogy valakiknek a fejében egy 8 éves börtönbüntetés kívánatos lenne Heller Ágnessel kapcsolatban? Lehet, hogy borzalmasan szeretnék, de nem megy, ugyanis semmi szabálytalanságot nem követtünk el. És azért nincs az ügyész, akit vádat tudna emelni, mert nincs mire vádat emelni. Valami alapjának kell lenni. Ez a pénz nem ment a szocialista ifjúsági mozgalomra. Ez a pénz arra ment, amire fölvettük. Ennek köszönhetően nem fognak semmit se találni. De nem érdekes, nem is a fontos számukra. Már be van sározva a nevünk. Ha nem találnak semmit, nem lesz többé szó róla. Nem lesz arról szó, hogy nem találtak semmit. Semmiről se lesz többé szó. Ha jól értelmezem, akkor ugye ez a 2009-es részegkiabálás és közeltetlegesség is már Demeter Istvánnak egy ilyen jellegű vádjából indult el, hogy bizonyos pályázati pénzeket nem jól használt fel már nem is tudom, hogy személy szerint kicsoda. Borbély Gábornak mondta, hogy a Borbély elsikasztotta a pályázati pénzt, Gábor György megvédte a Borbély Gábort, erre mondott az, hogy ti most mispókhetek, az mindig hazudik, vagy valami ilyesfélét. Úgy, amit most már a kúria is antiszemita megjegyzésnek hát értékelt, nem is értékeletett másként, de úgy látszik, mégis van független magyar bíróság, ebben kicsit optimista lette. Demeternek mi volt az érdeke, vagy mi lehetett az érdeke ebben az egészben? Ő kimaradt esetleg valamilyen pályázatból, neki valamilyen pályázatát nem fogadták el. Tehát ha nem lopott Borbély Gábor, akkor miért kezdte ezt az egészet? Nézze, azért kezdte, mert részeg volt. Mert részeg egy rossz ember, egy rossz indulatú ember, aki részeg. Azelőtt józanon már a gondolatnak meg kellett fogalmazódni, a legfeljebb józanon nem mondta volna ki. Részegen kimondta azt, amit józanon nem mondott volna ki. Nem, mi volt ez a gondolat? Nem vagyok a Demeternek a cipő, fogalmam nincs, nem ismerem a lelkét, őt sem ismerem, egyszer láttam az életben, az első szintű tárgyalásán a Gábor Gyuri perének, úgyhogy nem is ismerem a Demetert, fogalmam nincs, hogy miért mondta, mi játszódott le a lelkében. De hogy akkor az lehetséges, hogy két oldalról indult el, ugye egyrészt onnan elindult egy vádaskodás, ami találkozott, vagy úgy tűnik, hogy találkozik a legfelsőbb politikai szándékokkal. Pontosan. Voltak már féltékeny és gyűlölködő filozófusok, nem elsősorban Demeter, ő is benne van, de mások. Hát többször is említem, hogy Nyír Kristóf, már a 70-es évek elején is azzal vádolt bennünket, hogy morális terror gyakorlunk a kádárista értelmiség felett, és különben munkásőr volt.
Ugye a munkásőr egyenruhába járt. Most ez az ember tanít minket ki demokráciára, akik ellenállók voltunk. Ebben van valami furcsaság. Mondhattam, hogy majdnem komikus. De személyes gyűlölet erős benne. Személyes gyűlölet, mindenütt vannak gyűlölködők. Ezt mondtam már egyszer, minden szakmában vannak gyűlölködők, akik beszartják másikat sározni. De nem minden újság hozza el a gyűlölködőknek a nyilatkozatait, nem mindegyik támasztja alá, nem mindegyik ad neki politikai hátországot, nem mindegyik közöl filozófiai magánügyeket, gyűlöleti magánügyeket 8 napon keresztül a jobboldal minden sajtójában. Itt ők csak eszköz, ők akik az anyagot szolgáltatták, de a motor nem ők voltak. Van olyan dolog, amit én nem említettem, de fontos volna, mint üzenet? Én nem üzenek semmit, csak azt mondom, hogy mint előre mondtam, semmit az égvilágon nem fognak találni. A főinkvizítornak most átadták, tudja, van egy főinkvizítorunk, annak átadták most, hogy az eretnekséget kutatja az inkvizítor, eretnekséget gyorsan föl tudja fedni, de pénzügy visszaélés nem fog fölfedni. És ebben különbözik ma a Kádár rezsim, hogy az eretnekség alapján az embereket mégsem lehet börtönbe dugni. Ugye akkor antimarxista az elég volt, de most, hogy liberális, azért nem lesz elég. Mert nem találnak semmi más, azt hiszem, hogy a dolog el fog a végén aludni, de nem fog elaludni, mert itt van a levegőben, és csomó ember azt tényleg elhiszi azt, amit mondtak egyszer neki, mert az ellenkezőt sose fogják mondani. Helyreigazítás nem lesz a magyar nemzetben. Holott? Holott? Én pert indítottam a magyar nemzet ellenben, és az első kérdés mindig helyreigazítás. Nem fognak helyreigazítani. Sose közölnek helyreigazítást ezek a lapok. Úgyhogy az emberek azt mondta, hogy jó, hát az, hogy valaki pert nyert vagy vesztett, kit érdekel, az nem jelenik meg sehol. Csak ilyen pici betűkkel esetleg. Tehát a besározás marad, akármi a következménye. Sokan dolgoznak ebben az országban is, mint máshol is, úgy, hogy az agyukat és a lelküket adják oda másoknak. Az értelmiségre gondolok. Milyen üzenete van ennek az ügynek az értelmiség felé? Azért ne idealizáljuk magunkat. Lelkünket, szellemünket odaadjuk, de élvezzük azt, amit csinálunk. Ugye azért csináljuk, amit csinálunk, mi értelmiség. Író azért ír, a költő azért költ, a filozófus azért filozofál, mert többek között nagyon szereti azt csinálni, amit csinál. És miközben van büszkesége is, nem mindenkinek, annak van egyes filozófusnak, egyes íróknak. Megvan az a büszkeségük, hogy nem hajolnak meg az erőszaknak, hogy nem hajlandok megtörni az erőszak nyomás alatt, legalábbis egy bizonyos fokig, hát béleg az embert mondjuk az inkvizíció kínzó kamráiban megtörtek, természetesen kezdik az embert kínozni, de ilyen körülmények között, mint nálunk vannak, nagyon nehéz, ha egyáltalán lehetséges ezeket az embereket megtörni. És ennyiben nagyon fontos az, amit csinálunk, mert valami morális normát azért fenn kell egy világban tartani. Nem azért, mert mi feláldozzuk magunkat, mert mondom, szeretjük csinálni, amit csinálunk, örömmel csináljuk, de ez az, hogy azért tudjuk örömmel csinálni, mert morális tisztességgel csináljuk. Mert elkezdenünk hazudni, össze-vissza hazudni, saját magunknak ártanánk a legtöbbet. Ágnes, egy középiskolai tanár, aki fölött ott van az igazgató fölött ott van a, majd megint lesz biztos, tanfelügyelő fölött a minisztérium, és még ott van a helyi önkormányzat, és még nem tudom kicsoda. Azért nekik mégiscsak van egy üzenet, hogyha sikerül önökkel végigcsinálni, amit végigcsinálnak. Nézze, a szegény tanító az olyan mértékben függ a följebb valójától, és a magyar porosz oktatási rendszer olyan mértékben elavult, még ma is olyan mértékben elavult, hogy nem lehet senkit se kárhoztatni azért, hogyha kicsit lapul, ha kicsit elgyávol, mert hát, ahogy szokták mondani, mindenkinek családja van, gyereke van és egyebek, nem akarok morális kritikát gyakorolni azok felett, akik most mellé lépnek, és azt mondják, hála Istennek nem mi vagyunk találva, hála Istennek másokat találva, hála Istennek mi vidéken vagyunk, kit érdekel a falu, ezek mindig központi emberek, minket vidéken nem ismernek külföldön, mi nem írunk külföldi lapokba, a mi nézeteink nem érdekel senkit. Na, így beszélnek az emberek, és abszolút nehogy azt így, de nem gyakorlok morális terrort.
nem kárhoztatom ezért az embereket egyáltalán. Én csak azokat kárhoztatom, akik az embereket ilyen helyzetbe hozzák. Ki múlik az, hogy végül is... Tehát ha elfogadjuk azt, hogy az emberek alapvetően mégiscsak mindig a saját érdekeiket kell, hogy nézzék, akkor kimúlik az, hogy mégiscsak vannak változások időnként a történelem során. Mert nem mindig. Mert vannak időnként olyan fellazulási pillanatok, amikor az emberek annyira bőgyükben van, ami történik, hogy ők is aktívan részt vesznek abban, hogy valami megváltozzék. Aztán amikor az is olyan helyzet is jelent, hogy kevésbé veszélyes beszélni. 80-as években már nem zártak senkit börtönbe a kádárék, hogy a lelkismeretük szerint beszéltek, főleg nem akasztottak már. Tehát akkor könnyebb volt beszélni, mint akkor, amikor akasztottak. És akkor, amikor súlyos börtönbüntetéseket róltak az emberek. Tehát van egy fellazulásnak lehet tekinteni. Aztán manapság az egy könnyebbség, hogy ott nem lehet a határokat lezárni. Nem lehet megtagadni a kiutazási vízumot. Nem lehet az ember bezárni abba az országba. Sok minden megváltozott a környező világban, amik esetleg lehetővé teszi, hogy valami meginduljon, és ez valami megváltoztas emberek véleményét. Szerintem a legfontosabb az lenne a Fideszben magában lenne a változás, maga optimizmussal vádolt engem, lehet, hogy igaza van, de ott lennének egyes ember, akiről végig tudható, hogy nem értenek egyet ezzel a szélsőséges politikával, és önfejű politikával, és önfejű gazdaságpolitikával, mert öngyilkos ez a politika, ők nem akarnak öngyilkos valamit megpróbálnak, és ha valamit ők megpróbálnak, akkor többiek is gondolják, hogy van más is, akár csatlakozhatunk, nem biztos, hogy fejünket veszik, hogy elmondjuk a véleményüket. Ebbe bizakodom. Sok mindent mondanék a kérdés nélkül természetesen, és hát annyit rögtön mondanék, hogy itt most megtörtem a csendet, aminek, a hallgatásomat ugyanis, aminek több oka van, egy, hogy már valahogy összejöttünk, akkor most ne legyek teljesen visszautasító, ez volt az eredeti oka, aztán, hogy most a dolog ilyen kriminalizációs fordulatot vett, úgy gondolom, hogy most már eredetileg is ezt mondtam. Amik csak mocskolódnak, arra én nem válaszolok, ugyan egyesek azt mondják, hogy ha leköpik az embert, akkor nem mondja azt, hogy esik az eső, de én azt sem mondtam, hogy esik az eső, én egyszer nem szóltam semmit, és azt nem szokásom, hogy visszaköpködjek. De amióta, hát, hogy mondjam, és ez lényegében tegnap óta van, bár hát sejthető volt, hogy valahogy így alakul, itt kriminalizációs folyamattal állunk szembe, akkor úgy gondolom, hogy hát az ember nyugodtan megtörheti ezt a hallgatást, ami abból adódott, hogy én a puszta szemétkedésre nem tudok mit mondani, hát azt, hogy ez szemétkedés, ezt tudom mondani, ezt viszont nem érdemes mondani, mert ezt vagy más is tudja, mások közül egyesek nagyon jól tudják, mások pedig úgy gondolják, hogy mi vagyunk a szemetek. Ezen egy semmi nem segít. Inkább elemezni szerettem volna viszont, és szeretnék most is, nem védekezni. Nekem nincs miért védekeznem, mert nem követtem el semmit. Amit én csináltam, vezettem ugye ezt a projektet, a projekt egy pályázat eredményeként jött létre, a pályázat kiírásának megfelelő hát pályázatot adtunk be, megkaptuk a pénzt, és annak megfelelően tevékenykedtünk. Nem csináltunk semmi olyat, ami nem tartozott volna a vállalt feladatok közé, és azt hiszem a vállalt feladatokat maradéktalanul teljesítettük, és erről nincs mit beszélni, ami itt bűncselekmény számba jön, azok nevetséges vádak. Na most itt egy kicsit először hadd mondjam azt, hogy én azt hiszem nem hivatkoztam már hosszú-hosszú évtizedek óta Marx Károlyra, de most egyszer hadd hivatkozzam rá.
hogy aki azt mondott, nem tudom szó szerint idézni, hogy a történések a történelemben mindig kétszer játszódnak le, egyszer, mint tragédia, és egyszer, mint komédia. Ez az, ami most folyik, ez komédia, és komédiával legfőképp azért válik, mert nincsen ideológiai bázisuk, ugye? A náciknak volt ideológiai bázisuk, azok még hittek is abban, hogy a germán faj magasabb rendű, és hogy a germán faj uralmát kell megteremteni a világon. Ezt az utolsó pillanatig hitték. A kommunisták is eredetileg hittek az eszméikben, de hát nagyon rövid ideig tartott ez a hit, később már az is csak egy a hatalmi törekvéseknek az ideológiájává vált. De volt ideológia. Amikor minket, és a legviccesebb ebben a történetben az, hogy most ugyanazokat a személyeket, részben ugyanazokat a személyeket, ugye direktbe a tegnap följelentettek Heller Ágnes és én magam, az alanyai voltunk az 1973-as párthatározatnak, Radnóti Sándor, aki szintén eléggé hát központi szerepet játszik ebben a történetben, ő nem volt direkt része annak a bizonyos csoportnak, amelyről a határozat szólt, de őt is kitették az állásából, vele is, mint egy csoport hát részével bántak, és hát még talán nem érdemes most hosszan sorolni a neveket. Tehát a vicces az, hogy akkor mi ideológia elhajlók voltunk, ugye egyszerre voltunk jobb és baloldali elhajlók, de ez teljesen mindegy. De a vád ellenünk az volt, hogy eltértünk a hivatalos doktrinától. Na most ez igaz volt. Tényleg eltértünk a hivatalos doktrinától. Hogy ez nem szabad, ez nevetséges, de hát az kommunisták elképzelése szerint ilyesmit nem szabad. Ennek megfelelően mi valóban valamit elkövettünk, ami az ő szemükben nem bűncselekmény volt, mert rendőri feljelentés nem forgott fenn akkor, de nem lehettünk a magyar kultúrának aktív részesei. Ma kénytelenek azzal operálni, hogy bűnözők változtatnak minket, és azt próbálják bebizonyítani, hogy loptunk. Ami egész egyszerűen nevetséges, amit senki nem is hisz el, de nincs más eszköz a kezükben, mert nem mondhatják azt, hogy ezek a hölgyek és urak olyasmit mondanak, amit mondani nem szabad, mert elvileg ugye mindent szabad mondani. Elvileg ez egy szabad demokrácia, ahol mondani mindent lehet, cselekedni azonban nem lehet mindent, mert lopni, gyilkolni és csalni nem szabad. Na most ennél fogva ránk kellett, hogy fogják, hogy lopunk, gyilkolunk, azt nem mondták még, de hogy lopunk és csalunk, és nem tudom, micsodát csinálunk. És ettől válik a dolog komikussá, tudnilik, az kommunista rendszer keretei között az, amit ellenünk felhoztak, és ami hát igaz volt, és csak az ő szemükben volt megbocsáthatatlan, az hát természetes volt, hogy a kommunizmus idején van pártdoktrina, és aki radikálisan eltér attól, azt valahogy exkommunikálják. Ezzel szemben ma ugyancsak tartalmi okok miatt nem szeretnek minket, de ezt nem mondhatják. Ha valaki azt mondaná, hogy még, lehet, hogy még, de én nem hiszem, hogy ki tudnak találni maguknak egy ideológiát. Az egyetlen valami, amit én nem tekintek ideológiának, az egyetlen hát eszme, amit valahogy hát kolportálhatnak, ez a nemzeti eszme, ugye?
De azt, hogy most nemzetietlenek vagyunk, miben vagyunk nemzetietlenek? Hát mint a Steiger Kornél, hogy a görögökkel foglalkozik, és nem a magyarokkal, vagy ilyesmi. De hát mondjuk, hogy ez filozófiában, hogy a magyarokkal kell foglalkozni, és nem a görögökkel, ez furcsán hangzol. Tehát a legegyszerűbb a számukra az, hogy minket egész egyszerűen köztörvényes bűnözőként kezeljenek, akik X mennyiségű pénzt elloptak. Ezt azonban bizonyítani kéne. Ha még mindig jogállam vagyunk, ezt kétségbe vonni, mindaddig, amíg olyan ítéletek nem születnek, amelyeknek semmi közük, semmiféle valósághoz nincs, addig nem lehet kétségbe vonni, még mindig jogállam vagyunk, akkor ugye bizonyítékokkal kell szolgálni a tolvajlásainkat illetően, ami nagyon, nagyon nehezen fog menni, mert nem loptunk el semmit. Na akkor jönnek az ilyesmik, ami szinte nem bűncselekmény, tudomásom szerint, és így is, hogy az egyik alprojektnek a vezetője a lányom volt. Na de hát ez is csak akkor válna bűncselekménnyé, ha az alprojektre szánt pénzt én a lányom zsebébe dugtam volna, hogy tessék, költsd piperére. De ez nem történt, hanem abból a pénzből több mint 300 holokauszt túlélőkkel készült interjút kaptunk. Szóval lehet, hogy elmarasztalnak minket, én nem akarom előre azt mondani, hogy nem lehet, azt sem akarom mondani, hogy lehet, majd meglátjuk, hogy mi lesz. De egy biztos, hogy a dolog nevetséges, mert bárki, aki ismer bennünket, ismeri a tevékenységünket, ismeri az emberi magatartásunkat, az tisztában van vele, nem hogy lehet, tisztában van vele, hogy sok minden csúnyaságot csinálhatunk az életben, de tolvajok nem vagyunk. No, szóval... Akkor most nézzünk mélyebben a dolog, a komikumát az is adja a dolognak, hogy egy állítólag a kommunizmussal szemben nagyon határozottan ellenséges hát párt most ugyanazokat az embereket támadja, nem ugyanazért, mert mint tolvajokat, és nem mint ideológiai. Hát bűnözőket, akiket a kommunisták támadtak annak idején. És akkor fölmerül az emberben a kérdés, hogy hát mi van emögött? Jó, állandóan a kritikákban, az ő magatartásuk kritikájában a elutasító nyilatkozatokban utalás történik elég gyakran burkolt antiszemitizmusra. Na most a burkolt antiszemitizmust direktben tagadni én sem szeretném, de azért alapjában véve azt hiszem mégsem erről van szó. Komoly szerepet játszik a sajtóban, a sajtó mocskolódásainak tárgyává vált egy Steiger Kornél, egy Gerébi György, egy Borbé Gábor, és így tovább, ezek mind nem zsidók. Itt nem a zsidó kérdésről van szó. Itt most véletlenül tényleg a liberális gondolkodásról van szó. Egyfajta filozófiai gondolkodásról, és hát az én első és komoly kérdésem tulajdonképpen az, hogy miért tekint minden autokratikus rezsim, mondhatnám azt is, hogy diktatúra, de ez nagyon leegyszerűsítő, miért tekinti mindig a filozófusokat első számú közellenségnek egy autokratikus rezsim? Ezen érdemes gondolkodni, érdemes végig gondolni azt, hogy megpróbálni végig gondolni azt, hogy mi van emögött. Na most az én magyarázatom végtelenül egyszerű. És úgy hangzik, hogy kérem szépen, a filozófia majd minden korszakában, hol ilyen formák között, hol olyan formák között létezett, de majd minden korszakában a filozófia
hogy megfogalmazott, feladatának tekintette, vagy sem, ez egy másik kérdés, de valamilyen értelemben praktice mindenképpen a feladatának tekintette másként nézni a dolgokra, mint ahogy a társadalom működését meghatározó figurák, és itt nem csak a politikusokra gondolok, hanem vezető ideológusokra, vezető tudósokra, és így tovább. És valamilyen módon ezzel egybehangzóan a köznép is gondolja a dolgokat. Nem arról van szó, hogy elutasítani feltétlenül azt, ami valamilyen értelemben evidenciának számít egy társadalomban. Nem erről van szó, hanem arról, hogy rákérdezni arra, ami evidenciának számít, rákérdezni arra, hogy biztos, hogy így van. Honnan tudjátok, mi az, ami ez az elgondolás alapszik? Miért gondoljátok, hogy ennek feltétlenül így kell lennie? A filozófia, ha nem is ezek a megszokott filozófiai kérdések, de a filozófia számára egy alapvető dolog az, hogy semmit ne tekintsünk magától értetődőnek. Lehet-e ezt, meg lehet-e ezt oldani? Ludwig Wittgenstein utolsó műve a bizonyosságról, az e körül forog, és hát természetesen azt is kimondja, hogyha most én Ludwig Wittgenstein azt mondom, hogy én nem vagyok Ludwig Wittgenstein, akkor többé egyáltalán nem lehet gondolkodni. Bizonyos evidenciákat kétségtelen, hogy nem lehet kétségbe vonni. De ha valaki azt állítja, hogy a kozmopolita zsidók a magyar nép ellenségei, akkor ezt mégsem kell készpénznek venni. Itt rá lehet kérdezni, hogy honnan veszed ezt, mivel alapozod ezt meg, és így tovább. Amit nem lehet megkérdezni akkor, hogyha valaki azt állítja, Ludwig Wittgenstein azt állítja, hogy nem Ludwig Wittgenstein, mert itt azt kérdezni tőle, hogy te ezt honnan veszed, és mivel alapozod meg, ez értelmetlenség. De ezeket egyáltalán a beszéd lehetőségét, a gondolkodás lehetőségét, a létezésünk lehetőségét megalapozó állításokon kívül mindazt, amit a politika, az ideológia, a jog, sorolhat a közgazdaságtan, és így tovább állít, azokra mindre rá lehet kérdezni. Nem feltétlenül azért, hogy megcáfoljuk, lehet, hogy azért, hogy a végén el is fogadjuk, de azért, hogy állandóan tisztában legyünk azzal a dologgal, hogy kérem szépen, nem magától értetődő, hogy akinek hatalma van, annak igaza is van. De hát úgy tűnik, hogy a filozófiára egyébként sincs szükség. Tehát olyan szinten folyik ez az egyoldalú diskurzus ugye a sajtóban, hiszen hát megszólalni a sajtóban, főleg azoknak sikerül, akiknek a kezében például újságok vannak. Tehát utalok a Magyar Nemzetre, amelyik több mint egy hete naponta veszi elő a tolvaj jobb vagy baloldali filozófusok ügyét. Hát itt az is megfogalmazódik, hogy egyáltalán mit csinálnak a filozófusok, meg lehet-e enni vagy inni azt, amit ők csinálnak. Akkor persze nem tudom, hogy miért nem úgy teszik fel a kérdést, hogy zárják be az egyetemeket. Hát ez az, hogy hát nem csak ők azt fogják erre válaszolni, hogy kérem szépen egyrészt nem a filozófiát támadjuk, csak a filozófia egy bizonyos formáját. Kettő, a filozófián kívül még számos hát humán tudomány létezik, amelyek ellen semmi kifogásunk nincs, legalábbis egyelőre. Nem is támadnak, más disziplinákat. Erre még egyszer csak azt tudom mondani, hogy kérem szépen, a filozófiát is lehet egy pozitivista módon űzni, és ez a pozitivista módon űzött filozófia
soha nem szálka a hatalom szemében, és lehet egy kritikai módon üzni. Ez a szálka a hatalom szemében. Na most természetesen kritikai beállítódású közgazdászok, történészek és természettudósok is léteznek végső soron. De a filozófiának egyfajta irányzata az alapjában erre a kritikai beállítódásra épül. Még egyszer mondom, a kritika, lehet, hogy félreértik az urak és a hölgyek odafönn, hogy a kritika nem feltétlenül azt célozza, hogy mindazt elutasítani, amit egy politika állít, hanem azt célozza, hogy rákérdezni arra, amit állít. Ez a rákérdezés. Én mindig rákérdezek. Ez az, ami végtelenül ingerlő a hatalom képviselői számára, és ha egyeduralkodó ez a hatalom, ha minden más hatalmi góc ki van ütve, hogy úgy mondjam, abban az esetben azt kell mondani, hogy a hatalom, mint olyan számára, most már csak egy van, ennek a számára bizonyos rákérdezések elfogadhatatlanok. Nem csak bizonyos állítások, a rákérdezés elfogadhatatlan, hogy se ezek az emberek semmit nem tekintenek szentnek, ezek mindent hajlandók megkérdőjelezni. Hogy mindent? Ebben nem vagyok biztos, de azért alapjában véve, hogy úgy mondjam, igazat adok nekik. Igenis, mi azt tekintjük a feladatunknak, hogy rákérdezünk a dolgokra, hogy ne fogadjunk el eleve, csak azért, mert föntről mondatik ki, és mert egybehangzik bizonyos társadalmi rétegek igényeivel is. Én nem vitatom, hát őket valóban megválasztották a legutóbbi választásokon. Nem mennék bele a politikába, hogy sikerült elérni ezt az úgynevezett baloldalnak, hogy a jobb oldal ekkora fölényre tegyen szert. Mert ők segítették hatalom, a baloldal, a szoclip segítette őket hatalomra, nekik örökbe hullott a hatalom. A másik oldal tökéletes tehetetlensége és szűklátós körülsége folytán. Na jó, ez az oldal is szűklátó körül, csak nem tehetetlen. Nos, ez az, ami a filozófusokban, mondom, a hatalom számára probléma, és akkor mindegy, hogy egy kommunista hatalomról, vagy egy ilyen tisztán pragmatikus autokráciáról van szó, fasisztoid hatalomról, sőt, a demokraták se szeretik a rákérdezést, csak ők tudják, hogy nem egyedül vannak a világban. A ma létező magyar politikai struktúrában az állampárt az egyedüli hatalom, és mint egyedüli hatalom úgy érzi, hogy megengedheti magának, hogy a kritika képviselőit, ez lehet a sajtó is, ugye sajtótörvény, de foglalkozásszerűen legfőképpen a filozófusokat, hát hogy így mondjam, elhallgattassa. Na most kérem szépen, most emögött bele lehetne menni, de nem óhajtok belemenni, unom már, nagyon unom. Azt, hogy ugye a botránya, a filozófia egész területén a filozófiai intézet új igazgatója által lett kiváltva. Ő és még mások a filozófiában egy nem kritikai filozófiai álláspontot képviselnek, bár ezt az igazgató tagadná. De mégis az a helyzet, hogy van egy vonal, amelyik nem kritizálni, hanem építeni akar, építő kritika, ugye? Ezt is, ez annyi minden jön vissza a kommunista időkből, olyan szépen jön vissza. És mi pedig azt mondjuk, hogy kérem, tényleg semmi nem szent. Nem kell tapsolni valakinek csak azért, mert a hatalmat képviseli. A magyar nemzetben, ami megjelent, az abban az összefüggésben jelent meg, hogy loptak, csaltak azok a liberális filozófusok,
akik uralták a magyar filozófia egét, akik beterítették a magyar filozófiai gondolkodást, akik pozíciókhoz jutottak. Ők azok, akik összefonódva a liberális miniszterrel hatalmas pénzeket kaptak, és ezeket a hatalmas pénzeket hazavitték. Ez a, azt hiszem, hogy röviden összefoglalva a vád. De erre én röviden összefoglalva azt mondhatom, hogy ez nem igaz. Itt alkudozni nem tudok ezzel az állásponttal. Ez úgy, ahogy van, nem igaz. Hogy mi képviseljük a hatalmat a filozófián belül, semmiféle hatalmat soha nem éreztem a kezemben, és mint hogy liberális vagyok, tökéletesen elfogadható a számomra, hogy valaki másfajta filozófiát műveljen. Ami nem fogadható el a számomra, hogy ez a másfajta filozófiát művelő, azokat, akik úgy művelik a filozófiát, ahogy én szeretném, azokat el akarja hallgattatni. Én senkit elhallgattatni nem akartam soha. Na, a lopás, csalás, meg nevetséges, ez egész egyszerűen méltóságomon alulnak érzem, hogy erre egyáltalában válaszoljak. 800 ezer forintos hotel számla. Mit csinált? Nem tudom, ki jól találtak egy ilyen számlát. Hol lehet 800 ezer forint? Jó, rendben van. Ha az lehetséges, hogy egy 100 fős konferencián beleértve a szállásköltséget, a vacsorát, a nem tudom micsodát, végül is kiadnak 800 ezer forintot. Mi ilyeneket nem csináltunk, de hogy ez önmagában ez se lenne lopás. Benne volt minden ezében. Ezek egyébként európai uniós pályázatok, ugye? A feleset, ugye én nem tudom, ki emlékszik már. Én nem foglalkoztam. Ezzel ezt ez a bizonyos NKTH adta ki ezeket a pályázatokat. Itt arról van szó, hogy ezek többnyire nem humán pályázatok. Igen, itt ilyen 300-400 millió vagy 350 millió körüli pályázatok vannak döntően. Ilyen 50-70-90 milliós pályázatok jutottak a filozófiai szakterületre. Az is érdekes, hogy a 300 milliós pályázatokat vajon miért nem vizsgálták. Mert az nem is érdekes, mert valóban itt... Itt a filozófusokat kell kinyírni. Erről van szó. Na most az az érdekes az egész dologban, hogy ők most lévén, hogy kriminalizálni akarnak, azon az úton kell, hogy járjanak, hogy azt kellene bizonyítaniuk, hogy mi, ugye, most ezt nem tudom, milyen összefüggésben jelent meg először ez a gyönyörű kép, hogy kitalicskázt a bankókat, ha nem tudom onnan, ha nem tudom kicsoda. De ezt szeretnék bizonyítani, mert az, hogy az igazi bűn, hogy megcsináltuk azokat a könyveket, amelyeket megcsinálni, és nem csak könyveket, cikkeket, fordításokat, tehát nem originális magyar szerzők műveit. Hogy ezek mind elkészültek, ez a legnagyobb bűn. Igazi bűn az, hogy Orbán Viktort így, vagy úgy, vagy a mostani rendszerét kritizálták. Hiszen ezt ők említik, tehát a tulajdonképpen szinte ugyanabban a mondatban szerepel az, hogy önök elloptak pénzt, mint hogy kritizálták Orbán Viktort. De nem kritizáltam Orbán Viktort. Egyszerűen ágával se volt. Annyira nem érdekel Orbán Viktor. Ez hát megnyert választásokat, és bevezet egy olyan rendszert, ami nekem nagyon nem tetszik. De most itt mi, és ha én ezt elmondom, akkor kinek mondom el? Annak a 17 embernek, vagy 1700 embernek, aki ugyanúgy gondolja, mint én. A többi pedig úgy gondolja, hogy ez lesz az igazi remek demokrácia. Most én ehhez egy árva szóval nem szóltam hozzá.
ennél fogva ezt a kettőt összehozni egymással, ez már csak azért. Igen, de elég, hogyha Heller Ágnes mond valamit, és... Szóval én is mondtam. Az biztos, hogy attól már mondta, hiszen akik 1973-ban közel álltak egymáshoz, azok nyilván most is közel állunk. Mi is közel állunk egymáshoz, ez egy másik kérdés, de hogy ki, mit... Szóval alapjában véve az alapvető bűn az, hogy... akár szólt valamelyikünk bármit is Orbán Viktorról, akár nem szólt, azt Orbán Viktor tudatában van annak, hogy liberális gondolkodású emberek, de nem csak filozófusok, hanem szántóvetők is, nem szeretik az autokratikus rendszereket, amelyet ő bevezetni kíván. Nekem vannak, hála Isten, olyan ismerőseim is, akik mégsem nem is értelmiségiek, és nagyon nem szeretik a bevezetett rendszert, de nem ez a probléma. Az igazi probléma, hogy ebben az ilyenben mindig benne rejlik a veszély, hogy minden lépésben kritizálni fognak. Tehát a legjobb rögtön az elején elhallgathatni őket. És az, hogy az ideológia és a filozófia az milyen viszonyban vannak egymással, tehát hogy az ideológia valamiféle filozófia? Nem. Hát sajnos az a helyzet, és hát törpef a koromban én is marxista voltam, ugye, és a marxizmus az ideológiának tekinti magát, és egyben a filozófiát is ideológikussá akarja tenni. Én nem. Nagyon-nagyon régen nem tekintem és érzem magam ideológusnak. Én ugyanis semmiféle társadalmi és politikai berendezkedés teoretikus megalapozására sem vállalkozom. Nem ezt érzem a feladatomnak. A marxizmus ezt csinálta, mint marxista. Nálam is természetesen megjelentek ilyen dolgok, de még marxista koromban is viszonylag korán kezdtem elhatárolódni attól, hogy a filozófiát, mint valamiféle, mondom, akár politikai, akár társadalmi rendszer megalapozásának a teoretikus funkció, hogy a filozófia ezt a funkciót töltse be. Nem ez a feladat. Igen ám, de minden politikus eszményekre hivatkozik akkor, amikor meg akarja győzni a hallgatóságát arról, hogy őt kell választani. Ezek az eszmények, ezek nem filozófiai alapvetések valakitől? Nem. Mik ezek? Az ő eszményeik? Már ideológiák többnyire. Bár ennek a most alakulóban lévő rendszernek, és most itt nem is ez az állítás, hogy ez egy alakulóban lévő rendszer, ez nem is mond ellen az ő elképzelésüknek sem, mert ők is a 20 évet a sutba akarják dobni, és valami radikálisan újat kezdeni. Ennek nincs ideológiája. Itt a hatalom a hatalomért. Ez ami megalapozza az egészet. A nemzeti eszme üres, mi ez a nemzeti eszme? Ilyen nincs, mert lehet valaki szocialista, lehet valaki konzervatív, lehet valaki liberális, lehet valaki zöld, ezek ideológiák. De az, hogy a nemzet, ez mennyiben ideológia, ez egy adottság. Igen, létezik egy nemzet. Hogy aztán ezt hogy definiáljuk, hogy mennyire kötődik egy állam polgársághoz, vagy nem kötődik ahhoz, ezek praktikus kérdések, amin lehet vitatkozni. Biztos ebben sem értenék egyet a jelen rendszer képviselőjével, de ezek nem ideológiák. Ezek pragmatikus politikai megfontolások. Az, hogy valaki szocialista, az egy ideológia, de az is egyre kevésbé látszik pontosan körvonalazhatónak lenni. Mi az, hogy szocialista?
azok után, ami hogy 89-ben történt, és az, ami azért alapvetően mégiscsak inkább a ti generációtoknak köszönhető, filozófiailag pedig szintén valahogy tőletek indul el Magyarországon, akkor ennek a dolognak a haszonélvezője, és az ő pártja, vagy a pártjában van mindenféle, de mondjuk az Orbán Viktor, aki egy viszonylag készen kapott revolúció egy pillanatában, mint fiatal ember fölállhatott egy pulpitusra, és ott mondhatott olyan dolgokat, amit nála idősebbek nem mertek esetleg kimondani, ettől ő még nem válik szerintem forradalmára. A forradalom nem az ő forradalma. De miféle forradalom? Hát most jó, én nekem mindezek a nem, mindezek a fogalmak kezdenek problematikussá válni. Mi az a forradalom? Nem tudom. Már rég nem tudom. A fennálló tagadása, hát ez rendben, de milyen szintig? Hát azért az, hogy ott egy diktatúrából egy demokrácia lehetősége jött létre, sőt, intézményrendszer is létrejött, hát, ami minden, demokratikusnak... De mint látjuk tulajdonképpen, ide hallgass, én ugye minket, amikor már lecsengett az egész 73-as buli, akkor igyekeztek velünk jól bánni. Engem kiengedtek, ha tanítani akartam menni. Nem engedtek ki egy konferenciára, nem engedtek ki egy előadást tartani, mert már hülyék lesznek engem kiengedni egy napra, vagy öt napra, vagy egy hétre. Ahol ők abban reménykedtek, hogy kint fogok maradni, akkor kiengedtek. Tehát egyszer tanítottam Brémában öt szemeszter hosszan, és aztán tanítottam kétszer egy szemeszter hosszan New Yorkban, meg egyszer egy szemeszter hosszan Peterborough-ban, az Kanadában van. Szóval ilyen dolgokra kiengedtek, és de én mindig vissza akartam jönni azon az alapon, hogy engem minden ebben az országban elbruduljanak ki, ez az én országom, és inkább az én országom, mint az övé. Menjenek ők! Na most, itt jött 89, és én 80-as évek elején hazajöttem Brémából, amikor viszonylag hosszabban voltam távol, közben is voltam itthon, de azt mondja, látogatóban inkább. Hazajöttem Brémából, és volt ez a bizonyos repülőegyetem az Óra utcában, a Jávor Pisti lakásában, és akkor ahogy hazajöttem, megkértek, hogy tartsak egy előadás sorozatot a demokráciáról, mit tudom én, mi mindent fecsegtem össze. Nagyon szépen össze van foglalva öt spicli jelentésben, ebből egy hülye volt, de négy nagyon, nagyon intelligens spiclieik voltak, meg voltam velük elégedve. Ki lehetett volna adni. Na most, én azt mondtam, hogy ne tessenek valamit félreérteni. A demokrácia az nem egyszerűen annyi, hogy van egy intézményrendszer, amelyik hát demokratikusnak tűnik, és még az sem elég hozzá, hogy ennek az egésznek a gazdasági működtetése egy szabadpiaci alapon nyugszik. A demokrácia az egy magatartásforma is, amelyet a demokrácia demokratikus berendezkedésű ország állampolgárainak kell tanúsítaniuk. Meg kell tanulniuk demokratikus módon viselkedni. Ha nem tanulnak meg, akkor nincs demokrácia, csak demokrácia látszata. Akkor nekem rontottak ottan, hogy én azt, ugyanazt mondom, mint a Kádár. Mondom én, mit mondott a Kádár. Kádár azt mondta, hogy demokratizálni kell, de majd mi mondjuk meg, hogy mikor vezethetjük be a többpártrendszerű demokráciát. Mondom, én ilyesmit nem mondtam, ha jól sejtem, én azt mondtam, hogy azonnal jó lenne bevezetni a többpártrendszerű demokráciát, csak attól még nem lenne demokrácia. Na most sajnos azt tanultuk meg ez alatt a 20 év alatt, hogy nem lett demokrácia.
Az a 20 év sem volt demokrácia. Abban a 20 évben sem az öntudatos polgár határozta meg azt, hogy az okos nép gyülekezetében, ugye, hogy és mint alakuljanak a dolgok. Én nekem az az érzésem, hogy 89-ben lehetett volna ennek az országnak katarzisa. Ezt a magukat akkor politikusnak jelölő, önjelölt politikusok, hát valakinek kellett politikussá válni, ezt elmulasztottak abban gondolkodni, hogy itt katarzisra van szükség. A katarzis feltétele lett volna félretenni a demokraták, a demokratikus meggyőződésű politikusok ellentéteit más síkokon, és azt mondani, hogy kiépíteni az alatt, megtanítani az embereket egy dolgozni, kettő felelősen hozzászólni az ország dolgaihoz. De az első pillanatok kezdve arról volt szó, hogy egymást baszogatták magyarán a két rendszerváltó párt, az MDF és az SZDSZ, ahelyett, hogy megpróbálták volna ezeket a feladatokat megoldani, meg is kapták a jutalmukat érte, még egy-két éve senki sem fogja tudni, hogy mi volt ez az MDF, meg SZDSZ. Úgy tűnt, hát eltűnni már eltűntek, mint pártok, de még azért az emlékezetben talán élnek valamilyen módon. Ha akkor Antall Józsefnek és Kiss Jánosnak sikerül összefogni és azt mondani, hogy kérem szépen a legalapvetőbb feladat ebben az országban, egy, a Kádár rendszer 25x éve után megtanítani az embereket arra, hogy a munka az nem abból áll, hogy hétközben lazsálok és a hétvégén elmegyek jó pénzért macekolni, hogy a munkát azt nagyon is hát komolyan kell venni. És ha megtanította volna őket hozzászólni a saját dolgaikhoz, akkor talán lehetett volna valami. Nem lett, és a végeredmény az ez, tessék. És ez most elég hosszú időre végeredmény. Én nagyon pessimista vagyok. Általában egy pessimista alkat vagyok, jó. De itt most azt hiszem, hogy megalapozott a pessimizmusom. Annál is inkább megalapozott, mert amikor azt mondják, hogy jó, meddig tart ez, és majd, ha ez eltűnik, és mondom, mi lesz a helyén? Mi van más? Már semmi sincs. Ez a dolog... Ez a gusztustalanságból tényleg veszélyessé válni, és az egyetlen lehetőség, hogy külföld valamiféle nyomást gyakorol. Jó, az is lehet, hogy Orbán Viktor azt választja, hogy szembeszegül az Európai Unióval. A külföldi nyomást nem úgy értem, hogy neves külföldi filozófusok tiltakoznak. Olyan, ahhoz, hogy már 76 éves vagyok, annyi sok tiltakozást megéltem. A tiltakozás az könnyít a tiltakozó lelkiismeretén, de alig-alig tudok esetet, hogy bármi segítséget jelentett volna azok számára, akiket el akarnak taposni. Hát voltak, akik esetleg megúszták az akasztást. Nem túl sokan, de voltak a történelemben. Nem, itt a nyomást jelen pillanatban az Európai Unió tudja, ha tudja gyakorolni. Ha ez végképp nem, ez se érdekli az Orbán Viktor. Jó, hát most van ez a furcsa egybeesés a dolgoknak, ugye, hogy fél év, és az Európai Unió elnöksége itt van. Nagyon fura, hogy ennek a kezdetén indul el ez a támadás, ugye? Ez nem fog, valaki azt mondja, és nem biztos, hogy nincs igaza, hogy ez jó volt ez a filozófusok elleni támadás arra, hogy a Magyarországról szóló híradások centrumában most már ne a média törvény, hanem valami más álljon, mert már ez nagyon idegesíti őket. Lehet, hogy ez is benne van a dologban, de az is benne van a dologban, hogy elmenni addig a határig, amíg egyáltalán lehetséges. Tehát, ha az Európai Unió
továbbra is szégyenlős és erőtlen marad, és azt mondja, hogy ennyi, ennyi, de nem ehhez kilátásba szankciókat. Hát az második világháborút mi előzte meg? München természetesen. Szóval, ha nyomást nem tudnak gyakorolni, akkor... Na most, ha a nyomás gyakorlás eredménye az, hogy az Orbán Viktor azt mondja, hogy ez a mi kis hazánk, ugye a világ vezető hatalma, most egyedül kiállunk. Ilyenek is vannak Dél-Amerikában. És persze, hát vannak ilyenek is. Csak hát az arabik, valószínű, hogy egyben félre van tájékoztatva, vagy ő nem jól látja a dolgokat. Persze, hogy a Kádár rendszer tudott más lenni, mint az összes többi, ezt ne is tagadjuk, hogy más volt. Diktatúra volt, de egy enyhe diktatúra, és egy másfajta diktatúra, és egy olyanfajta diktatúra, amelyet a lakosság többsége minden tovább nélkül akceptált. De ez csak azért lehetett így, mert a Kádár pontosan azért, mert a nyugatnak is fontos volt, hogy legyen egy mintaszocialista ország, és mondhatják azt, hogy nem a szocializmussal van baj, a kommunizmussal van baj, hanem arról, ahogy csinálják, tessék megnézni, hogy Jancsi bácsi milyen jó csinálja. Tehát pénzelték ezt a 10 milliós országot, ami világméretekben igazán nem van nagy. Vagy csak egy fél mondat, tehát gondolhatjuk azt egy ilyen analógiát, ami ott ugye a Kádárra is gondolták sokan, sokszor, sőt, még velem is fiatalkoromban előfordult, hogy azt gondoltam, hogy a Kádár papa az jó, csak akik alatta vannak, azok a gonoszok. Tehát gondolhatjuk azt egyrészt, hogy mondjuk például ez a magyar nemzetbeli támadásról a miniszterelnök nem is tud, csak... Ezt azért nem gondoljuk. Az, hogy nem direktbe iniciálta, azt el tudom képzelni. Ez másképp fog működni, ez a autokratikus rezsim, mint a többiek. Nincs ugyanis központi ideológiája, és nincs egy központi vezérlése. A vezérlés azáltal történik, hogy mindenki tudja, hogy erről mit gondol Orbán Viktor. Akkor is, ha Orbán Viktor nem mondja meg. Na most az is lehet, hogy egy magyar nemzet újságíró akart nagyon ezért lenni, szorgos, és na hát írjuk, itt vannak ezek a pályázatok, mi is ez, megtámadjuk ezeket, na jó fog ez kijönni, rohadt büdös zsidó, mint ahogy ők zsidóztak magukban, azt el tudok képzelni. És hát ahogy megjelent az első cikk, a második cikk odafönt természetesen akceptálták, sőt, minden valószínűség szerint örültek neki. Ők még sokkal jobban járnának akkor, ha most azt mondanák, hogy ők ezzel nem értenek mindenben egyet, de nem tudják ezt mondani, mert ez nekik most nem jönne jól. Az például nekik valószínűleg jól jön, szegény Gulyás Gábor nem tehet erről, hogy ő tiltakozott, a tiltakozásában azt is megmondta, hogy ő a politikai paletta másik oldalára tartozik, mint mi, ha mi tényleg szociál-liberális pártok hívei vagyunk, nem létező pártok. Ő pedig jobboldali, konzervatív, nem írta oda, hogy Fidesz, most már nem zavarban van, gondolom, a tekintetben. De hogy ugyanakkor úgy néz ki, hogy mégis kinevezik a műcsarnok igazgatójának. Na most valószínű, hogy ez egy remek húzás a hatalom részéről, mert azt fogja mondani, hogy tessék, egy ilyen kritikus figura megkapott egy magas pozíciót. Megfélve fél év múlva kirúgják, ha olyas úgy vezeti a műcsarnokat. Ha még két ilyen dolgot fog mondani, mint most. Igen. Az mindegy, hogy vezeti a műcsarnokat. Igen. Szóval ezek, ez nem úgy működik, mint egy centralizált
fasiszta vagy kommunista hatalom. Új, vegyük észre, hogy van új a nap alatt. Egy diktatúra, amelyik másképp működik, mint az eddigiek. Milyen jó. Érdekes. Hát érdekes, köszönjük. Hát kár, hogy érdekes. Jó lenne, ha érdektelen dolgok lennének a politikában, mert az érdektelen dolgok vannak a politikában. Akkor az jó, hát persze, hogy az lenne a jó, de hát most arra senki sem. Hogy ez egy kellemetlen, kemény rezsim lesz, azt gondolom, elfelé nem nagyon voltak az embereknek, a gondolkodó embereknek kétségei, de hogy ideig mennek el, hogy ilyen teljesen brüsszül visszautasítják az Európai Unió, de nem úgy, amikor már, jó, hát amikor kritizálják őket, az vissza kell utasni, de hogy nem, egy percig se gondolkodtak azon, hogy ez ott, hogy milyen képet fog festeni az országra, nem értekli őket. Lehet, hogy abban az illúzióban élnek, hogy ha ez az Európának nem kellünk, akkor kellünk majd a Putyinnak. Nem fogunk kell, miért kell, vagy Kínának, miért kellenénk nekik? De azok nem szeretnének összeveszni a Merkel-el, ahogy a Viktor összevész vele. Miért? Minek az nekik? Miért jó az nekik? 10 milliós ország, hogy mi van? Abszolút nem érdekli. Jó, szóval a dolog lényege az, hogy itt ez egyelőre, ennek tényleg van bizonyos tömegtámogatása, az emberek többsége még mindig nem vette észre, hogy itten olyan intézkedések is történtek, ami őket el fogja szegényíteni. Azt a gazdasági folyamatokat nem látják át, én se látom át, fogalmam sincs. A optimista prognózisok a gazdaságot illetően. Az a kérdésem, Vajda Mihály valamikor egyszer átlépte egy felsőoktatási intézmény kapuját, nem ma volt. Még. Nem ma volt. De vannak, akik holnap fogják átlépni, vannak, akik most gondolkodnak azon, hogy mik lesznek, ha nagyok lesznek. Vannak, akiket a dolgok tehetetlensége folytán föl fognak venni mondjuk filozófia szakra. Nincs ilyen. Már nincs filozófia szakra. Sehol nincsen. Bolognában ma van ugye a szabad bölcsészet. 3 évig tanulnak ezt, azt, amaszt, mindenfélét. Igaz, az első év végén el kell dönteniük, hogy milyen szakirányba mennek, de azon belül van filozófia, külön etika, külön esztétika, művészettörténet, vallás, mit tudom, én nem exakt, amit mondok. Ezek az emberek nem fogják a filozófiát választani. És még ha választják is, akkor is ez egy olyan furcsa valami, hogy a mesterszakon aztán a master degree-ért 2 évet tanulnak, akkor kifejezetten filozófiát. De, szóval már szét lett verve a dolog, még a SZDSZ miniszterünk alatt. A filozófia nem kell sehol a világon. A kritikai hang. Senki nem szereti, aki politikus. Minek az? De nem kell ahhoz, hogy a világ előrébb menjen? Előrébb menjen a filozófia? Hát, teljesen fölösleges volt minden, ami történt, amit mi filozófiának gondolunk? Én már egészen másképp látom a dolgokat, filozófiát is, meg a történelmet is. Egyébként nincs olyan nagy történelem, nem egy innen oda. Ez egy ilyen, valószínűleg ezek a monoteista vallásoknak a világa az, amelyik fölfedezte a történelmet, a világ teremtésétől, megváltásig, hát ez leginkább ugye a keresztény vallásra jellemző, de hát az Európa keresztény is volt, ahol a filozófia élt és virágzott. Egy lineáris történelmi szemlélet a valahonnan valahova, én ebből már rég nem hiszek, nem megy ez sehova, hol ilyen, hol olyan. Attól, hogy
bizonyos területeken olyan dolgok történnek, amit mi haladásként apostrofálunk, vagy értelmezünk, technikai haladás. Ezt én nem vonnám kétségbe, hogy ma nem lovon, hanem repülőgépen utazunk. Ez tény. Hogy ez jobb-e, azt már nem tudom. Önmagában nincs jobb vagy rosszabb. De visszacsinálni már nem lehet. De az, hogy itt egy, amiben még egy Hegel hitt, hogy a szabadságnak az egyre határozottabb kitágulása, ebben nem hiszek. Hol vannak diktatórikus periódusok, hol vannak viszonylag szabad periódusok. Na most a filozófia akkor létezik, abban a formában, ahogy Európában létezett, amikor ez a lineáris történelem szemlélet szinte egyeduralkodó. Abszolút egyértelművé ez az újkorban vált, és abszolút egyértelművé a filozófiának ez a fajtája, amit mi még tanultunk, és amit még el is kezdtem én is oktatni 20 évvel ezelőtt. Akkor még ezen így nem gondolkoztam, akkor még ezen. Ez hozzákapcsolódott ehhez a haladás elvűséghez. Na most, ha leteszünk erről a haladás elvűségtől, ha úgy gondoljuk, hogy nem haladásról van, hanem bizonyos dolgokat szeretnénk másnak látni, vagy másképp csinálni, örülnénk, ha mások másképp csinálnák, vagy hogy mondjam, igenis tud az ember hadakozni azért, hogy szebb vagy jobb legyen, de nem az, hogy most akkor már eljussunk a szebb és a jobb végeredmény felé, hogy arra menjünk, hanem az, hogy most legyen szebb és jobb. Annál is inkább, mert erről is a filozófia feledkezett meg ebben a korszakában. Az embereket még az, hogy mi lesz az unokáikkal, az még izgatja. Egyeseket meg az is, hogy mi lesz a dédunokáikkal, de tovább már nem gondolkodnak. Tehát nem arról van szó, hogy az kéne, hogy valamit tessék nekünk adni, ami ma elfogadhatóbbá teszi az életünket. Na most ezt de hogyha a testnek nem tudják adni, esetleg, mert az korlátos, akkor mondjuk szükséges és jó lenne adni a léleknek, nem? Hát az, de hát ki hisz ma már abban, hogy a lélek az a testtől függetlenül is létezik. Ebben még a vallásos emberek sem igen hisznek. Úgyhogy a jelen pillanatban én nagyon pessimista vagyok, mert nem jó irányba megy a világ, akkor is, ha azt mondom, hogy Magyarország az csak az élcsapata ennek a teljes kiüresedés irányába menő periódusnak. Szóval nem jobb, egyetlen egy, hát én részben élek Németországban is. Németország az egyetlen most Európában, ahol azt mondom, hogy na, ez igen. Én nem tudnék németté válni, én nem úgy nőttem föl. De az, hogy éppen nekik most kicsit az jobban megy, mint másnak. Az... Nem jobban megy, szimpatikusabban tudják csinálni. De úgy megmondom, tűnik, hogy jobban is megy gazdaságilag nekik, mint Európa maradékának hozzájuk képest. Azért nincs összefüggés a két dolog között, a szellemi pesgés Megmondom, mivel, Ádám, ennek számomra világos. Az, hogy nálunk volt katarzis, olyan ritkán láttunk katarzisokat történelmet. Nálunk volt egy katarzis periódus, ezt mondanám, 45-től 68-ig. Egy szörnyű összeomlás, egy totális depresszió lelkileg, de még nem nagyon kezdtek el gondolkodni azon, hogy mit is csináltunk mi. Ez 68 táján, amikor fölnőtt egy új generáció, és az kérte számon a hitlerizmust még már megélt, és azzal hát hosszan azonosuló szüleitől, nagyszüleitől, hogy mit csináltatok ti akkor. És ez a 23 éves periódus, ez olyan mértékig
most itt egyetérek vele a lelkiségét, a szellemiségét. Olyan mértékig alakította át ennek az országnak, hogy bátran merem állítani, ma Európának nem csak a leggazdagabb, de a legdemokratikusabb országa is. Hogy élte meg az első cikk megjelenését azokkal a boszorkányokkal kapcsolatban, akik közé tartozik? Külföldön voltam, és elkezdtek ezen ölni a értesítések az e-mailen barátoktól, ismerősöktől, és végül hamarosan megérkezett maga a cikk is. Hát meglepődtem egy kicsit, és aztán, ugye, ami most, amikor beszélünk, már 3 hete zajlik ez a hetz kampány folyamatosan. Alig volt ez alatt a 3 hét alatt olyan magyar nemzetszám, amelyben ne hoztak volna részben új információkat a közönség tudomására, részben pedig mantraszerűen ne ismételgették volna a különböző vádakat, amelyek közül a leglényegesebb és a legárulkodóbb az a fordulat, amelyet újra és újra megismételnek, hogy azok a liberális filozófusok, akik a morális magaslatról rendszeresen bírálják, politikailag bírálják a kormányt, azok maguk korrupcióba, illetve tolvajlásban tűnnek elmarasztalhatónak. De ezt a logikát meg is lehetne fordítani, és azt lehetne mondani, hogy azért kerestek ki sok száz sikeres pályázat közül 6-ot, mert úgy gondolták, hogy ezek azok, akiket politikailag meg kell büntetni. Ez tökéletesen nyilvánvaló, és az első időkben az a kellemetlen kommunikációs helyzet alakult ki, hogy a vádak ellen védekezni kellett. És ugye, aki védekezik, az már is gyanús. Ma már erre nincsen szükség, mert a tények ismeretessé váltak, más újságírók feltárták azokat a tényeket, amelyeket a Magyar Nemzet újságírói elmulasztottak. Világosan lehet tudni, hogy az a konstrukció, amiben viszonylag jelentősebb pályázati összegeket lehetett humántudományi kutatásokra elnyerni, az Pálinkás József konstrukciója volt az első Orbán kormány alatt, amelyet a következő kormány és benne Magyar Bálint csak átvett. Világosan látható már azoknak a kutatóknak a kiterjedt száma, akiknek politikai hovatartozása éppen a másik oldalra, a másik irányba mutat, vagy éppen fogalmunk sincs, hogy mi a politikai hovatartozásuk, mert nem nyilvánosan nyilvánosság előtt megnyilvánuló személyekről van szó. Úgyhogy azt mondhatom, hogy most 3 hét után a dolog teljesen kipukkadt, és hát ehhez hozzátartozik azért még valami, ami nagyon örvendetes, nevezetesen, hogy mind Magyarországon, mind pedig külföldön egy jelentős szolidaritási mozgalom indult el védelmünkben. Tanít az egyetemen, igaz? Igen. Tanítványai ön szerint félnek megkérdezni, hogy mi van önökkel, vagy olyan társadalomban élünk, ahol ehhez még egyelőre nem kell különösebb bátorság? Én azt hiszem, hogy ehhez nem kell különösebb bátorság. Nem tudom, hiszen még nem indult meg a fél év, de nyilvánvaló, hogy a fél év első óráin 3 kurzusom lesz ebben a fél évben. El fogom mondani tanítványomnak, hogy mi történt, hiszen rájuk is tartozik, és ismertetem velük a helyzetet. Az nem lenne helyes, ha mostani tanítványaim, akik hát a tekintetbe függő viszonyban vannak tőlem, hogy én osztályozom őket, valamilyen szolidaritási akcióval lepnének meg. Ennek nem is örülnék, de a volt tanítványok körében elindult egy ilyen mozgalom, és ez nagyon nagy örömmel töltött el.
De más is. Ugye lát itt a kezemben egy jóféle szivart. Hát ez a jóféle szivar nem a 90 millióból van, hanem egy távoli ismerősömtől, aki azt üzente nekem e-mailen, hogy valahányszor valamilyen bántalom ér a sajtóban, ő félretesz nekem egy jó szivart, és múlt héten találkoztunk, és egy elég nagy pakkot kaptam tőle. Sérelmezik a jobb oldali médiák, akik az ügyet kirobbantották, hogy már nem tudom megmondani pontosan, hogy melyik, de gondolom, hogy mindegyik azt, hogy hogy kerül ebbe az egész ügybe az antiszemitizmus, mint szál, hiszen ők nem mondták egy szóval sem, hogy itt bármilyen módon is zsidókat válogattak volna össze. Ezt én sem állítom, és én sem hangsúlyozom olyan erősen, mint barátaim. Az kétségtelen, hogy abban a bizonyos első számban, amit ön is említett, három fénykép jelent meg, és mit tesz Isten a hat pályázati konzorcium vezető közül, annak a háromnak a fényképe szerepelt, aki történetesen zsidó. Ezzel mintegy felkínálták a lehetőséget. Nem állítom, hogy a Magyar Nemzet hetsz kampányában erős vagy jelentéken száll volna az antiszemitizmus, de evidensen ezt a lehetőséget felkínálták, és lám a Magyar Fórum címlapján találom magamat, történetesen ugyanazzal a két kollégámmal, Heller Ágnessel és Vajda Mihállyal, és egy negyedik fénykép is ott van, Szúslág János tábrázolja, természetesen talpig vasban, bilincsben, és a szellemes cím Szúslág nem filozófus. És a cikk nyilvánvalóan antiszemita tartalmú. Egyébként ezt inkább viccnek tekintem, és mint egy interjúmban elmondtam, azt látom ebben, hogy a vén gazembernek, Csurka Istvánnak még mindig van humora. És hát más antiszemita fórumok is, Kurucinfo ráugrott erre a dologra, tehát egyszerűen megteremtették a lehetőségét az antiszemita szálnak is ebben a dologban, de nem ezt tartom benne a leglényegesebbnek. Ez a dolog valamikor elindult a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetében, vagy legalábbis lehet sejteni, hogy a szálak az egyik irányból oda vezetnek. Kétségtelen, hogy időben a jelenlegi filozófus botrányt megelőzte egy másik filozófus botrány, amely tavaly az év vége felé robbant ki, és amiben nekem is szerepem volt, amennyiben a Filozófiai Intézet, a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének igazgatóját súlyos szavakkal illettük, mert alkalmatlannak tekintett munkatársai kétharmadát, mert négy embert alaptalanul kirúgott, és így tovább. Ebben az ügyben egy petíció indult, és hát ez nagyon sikeres volt, nagyon sokan aláírták, mind belföldön, mint külföldön. Ez azonban nem közpolitikai probléma volt, hanem tudománypolitikai probléma, morális és tudománypolitikai kérdések merültek itt fel. Fogalmunk sem volt, és fogalmunk sincs ma sem arról, hogy ez a rémületes terrort bevezető kollega, aki ennek az intézetnek a bocsinálta igazgatója, az milyen politikai nézeteket, milyen közpolitikai nézeteket volt. Tehát ott nem volt politikai, közpolitikai tartalma annak a vitának, illetve annak a botránynak. És én úgy is gondolom, hogy sokan azt hiszik, hogy ez annak a közvetlen folytatása volna. Én ezt nem gondolom így. Inkább én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy kilövési engedélyt adtak. Ugyanis a leghíresebb magyar élő filozófus, aki valóban világhírű, Heller Ágnes alaptalan megvádolására nem egy kis újságírónő vállalkozott a maga ügyetlen eszközeivel. Nem is egy
kormánypárti napilap vállalkozott. Ennél is jóval magasabban kell keresni ezt az összefüggést, és tekintettel arra, hogy Magyarországon az elmúlt hónapokban egy piramisszerű rendszer alakult ki, amelyben minden lényeges döntés a legfelsőbb helyről érkezik, én meg vagyok arról győződve, hogy ezúttal is a legfelsőbb helyről érkezett ez az engedély. És ha már egy engedély megvan, akkor kell találni valamit, ugye? Találni valami bűnt, ugye, kriminalizálni kell a szereplőket, és erre szolgált jó lehetőségként az, hogy az egyik pályázat, ami évekkel ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémia Filozófia Intézetének a keretén belül született, és ott nyert ez a pályázat, azzal szemben már korábban is egy egyébként tudomásom szerint elutasított feljelentés érkezett. Tehát ebbe az irányba kezdtek el kutatni, és megtalálták a mi nyertes pályázatainkat, és ebből alakították ki a bűnszövetkezetet, amelyet ugye már az első cikk úgy írt le, hogy Hellerék, ez ellen Heller Ágnes is tiltakozott, mindannyian tiltakozunk, hiszen ezek egymástól független, más munkahelyeken, más kutatói csoportokkal való kutatások voltak, amelyeknek nem volt egymáshoz köze, attól függetlenül, hogy Heller Ágnes jó barátnőm. Tudják-e azt, hogy ki volt az eredeti feljelentésnek a szerzője? Ez nekem nagyon lukacsos a memóriám, és valaha tudtam, most meg nem tudnám mondani, de minden esetre a Tudományos Akadémia Filozófia Intézetének kebelén belül történt ez a feljelentés. És minden esetre azt látni kell, hogy a mai magyar filozófiai életben két olyan szakmabeli adódott, összesen csak kettő, aki ebben a ügyben úgy nyilvánított véleményt, hogy elfogadta, készpénznek vette ezeket a alantas rágalmakat, gyanúsításokat és vádakat, tényként kezelte őket, és hát erkölcsi minőségüket az is mutatja, hogy a nyíri akadémikusról kiderült, hogy a szóban forgó években számos, nevezetesen három hasonló nagyságrendű pályázatot nyert. Ilyen módon cáfolható, könnyen cáfolható az az állítása, hogy ezek az összegek eltúlzottak, mert a filozófia olcsó tudomány, csak papír kell hozzá és ceruza. Hazug embert előbb-utól érik, mint a sántakutya, erről csak ennyit tudok mondani. Le lehet-e váltani az anyag megmaradás törvényét, vagy a relativitás elméletet kétharmaddal? Hát nyilván nem. De a kérdés az, hogy le lehet-e váltani egy elitet. Ugye, mert a dolog mögött, és ez most már nem csak a filozófusok, ugye, hanem a filmesek, filmművészek, ugye, más művészetek, a magas kultúra más területének az ügye. A dolog mögött egy forradalmi retorika húzódik, forradalom történt, fülkeforradalom, és ebben a forradalomban mindennek meg kell változnia. Meg kell változnia a jogrendnek, és meg kell változnia az elitnek is, elitcserének kell történni. Valóban, valódi forradalmak esetén elitcserék történnek, a régi rend hívei azok kevésbé rúghatnak a labdába. Az is vitatható, hogy mennyiben voltunk a régi rend hívei, hiszen az úgynevezett liberális filozófusok, és általában a liberális értelmiségről nem mondható el, hogy kritikátlanul szemlélte volna a korábbi hatalomnak a működését, nagyon is éles és erős kritikát gyakorolt vele szemben, de nem történt forradalom természetesen. Az, hogy egy nagyon imponáló többséget szerzett egy párt, ez azért előfordul a demokráciák történetében. Ezt a következtetést abszurd levonni belőle, és azok a lépések, egymást követő lépések, amelyek közül, hát idézzük csak fel a legfontosabbakat, első,
első és talán legeslegfontosabb a közhivatalnokok minden indoklás nélküli leválthatása, amely egyszerűen egy pillanat alatt véget vet a bürokratikus etosznak. Ettől kezdve az állam semlegességéről nem lehet beszélni. A fékek és ellensúlyok megsemmisítése, az alkotmánybíróság kasztrálása, a sajtócenzúra leplezetlen bevezetése, egy gumiparagrafusok sorozatával, a magántulajdon szentségének kétségbevonása, a visszamenőleges törvénykezés és hasonló, ez egy olyan egységes rendszerre áll össze, amelyben az elit csere szorgalmazása is szépen és nyilvánvalóan beilleszkedik. Elitet cserélnek micsodára? Hát az elképzelés az, hogy új elitre, és akkor ott van egy minden eddigi elitben komoly szerepet játszó Széchenyi díjas akadémikus, Nyíri János Kristóf, aki emeli is a kezét és jelentkezik, hogy szeretne ebbe az új elitbe is komoly szerepet kapni. Ugye ez nem csak a filozófia területén van így, hanem mondjuk a kultúra teljes spektrumában. Igen, ezt én is így gondolom. Egy országban, ahol az egyik legnagyobb élő és aktív filmrendező működik, Tarth Béla, ahol él még Isten éltes Jancsó Miklós, és ahol más jelentős és nagy filmrendezők vannak, ott egy kiszuperált hollywoodi producer lesz a filmgyártásnak a diktátora. És hát a példák végtelen számban sorolhatók. Gondoltam, hogy előveszem, most éppen nincs a kezemben, de mindjárt elő fogok venni egy pályázatot, egy hasonló pályázatot, és néhány nevet fel fogok sorolni, és összegeket, akik ugyanebből a pályázattípusból pénzekkel részesültek. Egy kis türelmét kérem. Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program, NKFP. Ez azonos, ugye, a pályázat? Ez a jogelődje annak az intézménynek, amelyben mi pályáztunk. Ugye ez az, amit az akadémia elnöke korábban, mint a Fidesz kormány tagja hozott létre. Igen. Tehát ugye itt akkor 4 évvel korábban vagyunk, tehát a 4 éves inflációt még ehhez nyugodtan hozzáadhatjuk. Szerepel itt Granasztói György, Teleki László intézet, kulturális, külpolitikai és nemzeti identitás, 96 millió forintos pályázata. Dr. Kristó Gyula, Anzsukori oklevéltár, 59 millió 898 ezer forintos támogatása. Zimonyi István, Szegedi Tudományegyetem, a magyar őstörténet írott és nyelvi forrásai, ő csak 27 milliót kapott. Inotai András, az MTA Világgazdasági Kutató Intézetéből 86 milliót az Európai Uniót előtt álló stratégiai feladatokkal kapcsolatban. Azt mondja, hogy Manherz Károly, Közép-európai kis nemzetek jövője, 44 millió 990 ezer. Dr. László János, Pécsi Tudományegyetem, morfológiai, lexikai szint feletti magyar nyelvű tartalom elemző programok kifejlesztésére 55 milliót. Fritz Tamás, 21. század intézet részéről, a magyar politikai rendszer Európai Uniós integrációja, intézmények és főszereplők társadalmi támogatottság 41 millió 44 ezer forint. Dr. Görömbei András, Debreceni Egyetem, bölcsészkar, nemzeti identitás tudattal kapcsolatos kutatásra 31 millió forint. Horváth Gyula, MTA, regionális kutatások, magyar régiók és települések versenyképessége 111 millió forint. Nem akarom tovább olvasgatni,
Hát ezek is látszólag, tehát mondjuk azok számára, akik kommentelni szokták az olyan videókat, mint amit Heller Ágnessel készítettem, ezek is teljesen fölösleges dolgok, hiszeket nem lehet kenyérre kenni. Igen, egyrészt fölöslegesek, másrészt pedig hát azt is jól mutatják, hogy mennyire vannak köszönő viszonyban a pályázat kiírásával a mi pályázataink, ha ezek a pályázatok is nyerhettek. Természetesen azok közül, a nevek közül, akik most nyilvánosságra kerültek, számos olyan van, akinek jobboldali elkötelezettsége napnál világosabb, és számos olyan van, akinek politikai véleményét nem ismerjük. Van olyan jelentős tudós, Kristó Gyula, aki ma már nem él, de épp örömmel láttam, hogy az anzsukori oklevéltár folytatódik, mert ebben a pályázatban ő nyert, és abban az időben, amikor, abban az évben, amikor az én pályázatom nyert, akkor egy tanítványa vagy utódja ugyanezzel a témával, az anzsukori oklevéltárral jelentős a milyenkel azonos nagyságrendű pályázatot, pénzt nyert. Lehetne a pályázatok, a humántudományi pályázatok rendszerétről beszélni. Ugye ennek, amennyire én meg tudom ítélni, valóban vannak strukturális problémái. Az egyik strukturális probléma az, hogy miután az intézmények Magyarországon, különösen humántudományi intézmények rendkívül le vannak gatyásodva. Ezért noha kutatásra adják be a pályázatokat, ennek nagyon jelentős része intézmény fenntartásra, fenntartásként hasznosul. Másrészt az is igaz, hogy fizetéskiegészítésként, illetve fizetések megteremtésére hasznosul ez, tehát fiatal kutatókat, akiket nem tudnak a tanszékekre vagy kutatóintézetekbe fölvenni, ezeknek a pályázatoknak a segítségével fizetik, természetesen kutatómunka ellenében. Egy másik strukturális probléma, amit feudalizmusnak neveznék, nevezetesen mondjuk az én esetemben az én fiatal kollégáim azért kértek meg arra, hogy a pályázatot az én nevemmel és a konzorciumot az én vezetésemmel adhassák be, mert arra számítottak, hogy egy nagyobb, egy úgynevezett nagyobb név az nagyobb esélyt ad arra, hogy a pályázatot elnyerik, vagy esetleg nagyobb esélyt ad arra, hogy jelentősebb összeggel nyerik el ezt a pályázatot. Ez azonban nem politika függő. Éppen az derült ki ezekből a most már nyilvánosságra került, eddig is nyilvános volt, csak éppen nem volt a nyilvánosság homlokterében pályázatokból, hogy nem lehet politikailag tagolni azt, hogy kik kaptak és kik nem kaptak pályázati díjakat. Ezzel szemben ebben a feudális értelemben lehet, kétség kívül, hogy a nagyobb neveknek nagyobb esélye volt arra, hogy nyerjenek a pályázaton, mint az ismeretlenebb fiataloknak. Azt is szeretném még hozzátenni, hogy ezek ugye most nyilvánosságra kerültek, nagyobb, jobb, örvendetesebb lett volna, ha egy-egy kutató már a Hetz kampány elején önmagától megszólal, és azt mondja, hogy álljon meg a menet, én is kaptam, álljon meg a menet, ez nem így működik, hiszen ma, amikor megkérdezik őket, mit mondanak? Ugyanazt mondják, mint mi. Nem egyedül kapták a pénzt, konzorciumok vezetőjeként kapták, 20, 30, 40 vagy még több ember vett részt ebbe a pályázatban. Azt mondják, hogy nem egy rövid időre, hanem 3 évre, vagy még több időre, idő alatt hasznosult ez a pályázat. És az, ahol ez így van, mint például az én esetemben, az ők is megemlítik, hogy a konzorcium vezetésért nem kaptak és nem vettek fel pénzt. Mindez jobb lett volna, ha maguktól, nem kérdésre, hanem maguktól szólalnak meg ebben az esetben. Ez nagyon jót tett volna a magyar közéletnek, az intellektuális klímának, az erkölcsi világrendnek. És hadd mondjak itt el egy példát ezzel kapcsolatban. Ugye említette a Teleki Intézetet, hogy a Teleki Intézet kapott itt egy jelentős összeget, Granasztói György
vezényletével. Gronasztói György, a kiváló történész, nekem politikailag nagyon nem rokonszenvös. Nem felejtem el neki, hogy ő kezdeményezte a kokárda, a március 15-i kokárda kis sajátítását még a MDF időkben. Talán emlékszik, vagy idősebbek emlékezhetnek rá, hogy akkor még májusban, júniusban is hatalmas kokárdákat viseltek a politikai jobboldalon az emberek, és ezt nagyon, nagyon mélyen helytelenítettem, hogy ezt a minden magyar ember számára jelentős jelképet kisajátítja az egyik politikai oldal. Azonban, amikor az előző kormány alatt a Teleki Intézetet bezárták, akkor más úgynevezett liberális kollégáimmal együtt én is tiltakoztam ez ellen, és nem tartottam szükségesnek, hogy ezt a tiltakozásom mellé még hozzátegyem ezt a előbb említett fenntartásomat Gronasztói professzor politikai magatartásával szemben. Gronasztói nem szólalt meg most ebben az ügyben, ugye? De megszólalt. Úgy tudom, úgy emlékszem, hogy a 168 óra kérdésére azt a mi válaszainkhoz nagyon hasonló választ adta ő is. De nem ilyen választ adott a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Pálinkás József? Hát sokféleképpen értelmezhető válaszokat adott, és ugye van itt egy, ez nagyon érdekes eleme ennek a dolognak, a tanulság nekem, hogy milyen hihetetlen ereje van a újságban leírt szónak, hogy az ember első olvasásra kézténynek veszi, hát benne volt az újságban, és csak utána kezd el gyanakodni, hogy gondoljunk vissza. Az egyik pályázattal nem az enyémmel kapcsolatban elhangzik, ezt aztán átvette a kormánybiztos, aki a feljelentéseket a Magyar Nemzet cikke alapján, ugye egy evidensen alaptalan gyanúsítgatások hálójából összeszűrt cikk alapján tette meg. Megjelent egy 800 ezer forintos szállodaszámla. Első olvasásra az ember ezt úgy érti, mert úgy azt akarják, hogy úgy értse, hogy valaki, egy kutató, nyilván a konzorcium vezetője, csinált egy 800 ezer forintos szállodaszámlát, ami csak úgy képzelhető el, hogy kiutazásra elment Hawaii-ra vagy a Zöldfoki szigetekre. És aztán csak utána kezd el az ember gondolkodni azon, hogy ez a pályázat konferenciák megrendezését ígérte Debrecenben történetesen. Debrecenbe el kell jutni, és ott meg kell szállni. És akkor, ha azt látjuk, hogy 3 vagy 4 konferenciát csináltak ez alatt a 3 év alatt, akkor ez már egy igen csekély összegé válik. Sőt, állítólag azt hallom, hogy még egy nullát milyen érdekes, véletlen felfele is tévedtek ebben az ügyben, és az a bizonyos szállodaszámla, amiről szó van, csak 80 ezer forint. Mindezt nem tudom pontosan, hiszen annyit tudok a debreceni pályázatról, amennyi nyilvánosan hozzáférhető, hiszen nem voltunk egy közös konzorcium, hanem 6 különböző pályázat voltunk, amely 6 különböző irányban, 6 különböző tárgyban végezte a munkáját. Most ugye az Európai Unió gödöllön tartja a fő hadiszállását. Mennyi lehet ennek a szállodaszámlája a következő 6 hónap alatt? És akkor a végén mondhatjuk el azt, hogy a közpénzből nem tudom hány 10 vagy 100 millió forintot elherdált Orbán Viktor, vagy az Európai Unió? Hát nyilvánvaló, hogy ezt a logikát ki lehet terjeszteni bármire. Lehet azt mondani, hogy döbbenetes, párizsi vasútjegyet is találtak az elszámoltak között. Hát először is szép dolog, hogy nem repülővel mentek, vagy nem repülővel ment az illető, másrészt úgy tudom, hogy Párizsban, én például részt vettem már Párizsban tudományos konferencián, úgy tudom, hogy ott szoktak tudományos konferenciákat rendezni. Hát igen, de kérdés az végül is, hogy szükség van a tudományos konferenciákra, és ha igen, akkor pont azokra van-e szükség, amire Radnóti Sándornak kell elmennie? Na, ez a dolog másik oldala, hogy
amit rettenetesen súlyosnak tartok az ügyben. Jóval súlyosabbnak, mint a mi személyes megvádolásunkat, mert egyszerűen, hát, hadd mondjam,